kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy fotó terjeng az interneten, ami arról szól, hogy egy apuka, hát nem azt mondom, hogy hülyét csinált magából, mert szerintem nem ez a jó szó, de a gyerek kedvéért minyonnak öltözött, és így mentek el New Yorkban a minyonoknak a bemutatójára, mert ugye hát most ők éppen készülnek letarolni a mozikat, mindenhol óriás és láger, Magyarországon is játsszák már a minyonokat, és apuka minyonnak öltözött, és úgy ment a fiával moziba, látszik a fotón, ahogy ülnek, minyonos szemüveg, sárga póló, kék nadrág, apuka minyon lett. És apuka lett, nyilván a gyerek legnagyobb örömére. Apuka a fotón nem annyira boldog, ugye? De lehet, hogy csak el van bult, és pont akkor kapták le, amikor ő egyébként egy kicsit elgondolkozott a metrón, mert hogy az ő fiát valószínűleg metróval vitte moziba, és minyonnak öltözött. Imádom egyébként a képet is, meg az apukát, és szerintem ez tök jó fej dolog, de picit érzed rajta, hogy ő azért még hezitál, hogy ennek ő örüljön-e, hogy igen, minyonként megy végig a metrón. Meg picit bízod benne, hogy nem találkozik a kollégáival, meg a barátaival. Nem tudjuk. Te vagy Sam, az? Te vagy az. Minyom vagyok. Bob vagyok a minyom. Nem, az a gyerek már elég nagy, tehát valószínűleg hogy tudta, hogy az apja csak úgy beöltözött, mert ilyen 10 éves gyerekül mellette, szintén minyonnak öltözve. Egyébként viszont nyilván nagyon sok olyan hallgatónk van, aki valamit bevállalt már úgy a gyermekiért, hogy tudta, hogy hát azzal kicsit tulajdonképpen hülyét csinál magából, de mégis a gyerek kedvéért be kellett valamennek költözni az óvodában, megkérték az iskolában, hogy a szülők felváltva, mint a indián jelmezbe menjenek be egy hétig, mert éppen a gyerekek az indiánokról tanulnak, vagy moziba mentetek, vagy Mikulásnak öltöztél, vagy bármi olyat vállaltál be a gyermekért, amikor, hát, ha nem is teljesen önszántadból tetted, de a gyerekért kellett megtenni, és... És örömmel tetted. És örömmel tetted, vagy tegnap, éppen nem örömmel. Tegnap délutánomról szeretnék mesélni nektek. A gyerekek kitalálták az évezred bizniszét, mind a kettő, okosan. Most nálunk ugye EFOT van, és vonulnak Velencén keresztül. Gumikarkötőt gyártanak a gyerekek. Ezeket a kis izéket tud össze kell fűzni. Imádják, és ők kitalálták, hogy ezt ők árulni fogják. 200 forint per darab. Mondtam, hogy szerintem indítsunk egy 100-asról, mert azért mégiscsak ez durva kapitalizmus 200. És ki kellett ülni az út szélére, van egy ilyen kis hordozható padunk, azt kitettük, kiraktuk a karkötőket, és apa ott ült, és kiabálta, hogy 200 forint a karkötő. Ordibáltál te, hogy 200 forint a karkötő? Mert a srácok mondták, számla nélkül, vagy számlával? Na most ez a másik kérdésem. Már rátok hívják a napot. De most várj, ez a másik. A pénztárgép. Ez a másik kérdésem, hogy gyerekmunka esetén mi a járulék, és hogy meddig nem kell fizetni utána, de hogy ott ültünk kint a padon, és akkor hát mondták a srácok, hogy akkor apa nyilván te is. Hát mondtam, hogy de ti árultok, ti vagytok a bizniszben az érdekeltek, nektek kell kiabálni, és mondták, hogy nem, akkor neked is. Ha nekünk, apa, nekünk nincs adószámunk. Igen, te csak úgyhogy számolhatod 200 forint bele, nem írtuk bele. És akkor ültünk szépen, és kiabáltuk, hogy eladó a karkötő 200. És vitték? 1200-nél vagyunk, 6 darab. Az nem olyan rossz. 1200, fagyi pénz megvan mára, illetve ma még szerintem lesz benne egy kör, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle több lóvé is. Figyelj, ha kiegészítetek egy kis hideg rozéfröccsel is, ezéből műanyag pohárból, tehát hogy ott szerintem már van profit. Igen, csak ott már nem csak a NAV van, hanem a Nébi is, tudod? Igen. Tehát ott van egy ilyen ellenőrzés. Erről is lehet De hogy ezeket szívesen csinálod, hát nem, hogy most a gyerekeidnek csak megteszed. Meg ha te azt mondod, hogy te nem csinálod meg, akkor ő se fogja valószínűleg, tehát pont gátat építesz a gyerekben. Uh-huh. Most ők miért nem ehettek volna minyoli jelmezben, valószínűleg a srác egyedül hát nem aranyos, akar. De ez tök cuki, meg tök aranyos, de most gondold el, hogy mi lenne, hogy a gyereked már rákattantak volna a szalszporra, és azt szerették volna, hogy a Kula bácsinak öltözöl délután az kettőkor. Nem? Az menő. Hát azért... Az bevállalni az igazán. Már, hogy Feri kitrappolott a maga kis 190 centiével a velencei Szabastradra. 110 kilós Kula bácsi. Az menő Kula bácsi. Lehet, hogy élve nem jönnek ki. És még nem jött a nap, tényleg? Még nem szóltak? Még nem, egyelőre nincs. Becsületkassza, írjátok ki, az jó. A kasszamat nem kell fizetni. Igen? Mm-hmm. Hát ugye azt beszéltük egyszer itt adásban, hogy a garázsvásár, ha te kiteszed a dolgaidat, azt ugye te is meg akarod csinálni, az 600 ezerig, azt hiszem. 600 ezerig. Na, hát hol vagyunk még a kis 1200 forintos bevételünk? Sehol. Akkor nincsen. Csak a garázs kicsit messze van. Jó, majd kérek egyet kölcsön. Figyelj, aki, hogy becsület kasza, meg becsület nyugta. Aha, jó. És akkor én is úgy adok, ahogy ők fizetnek.
Az jó. Egyébként ettől nem kell félni, írják igen pont a becsületkasszát, hogy ettől nem kell félni. Meg ha alapítvány. Legyék ki, hogy mitől miért. Az már melegebb azért, hogy milyen alapítványnak csináltak tükörkötőket. Odaírja, hogy mitől miért a Somáért alapítvány. De jó van a gyerek, nem kell neki semmi. Most hát mi? De csak érted, jól tenni neki, hogy vitere külföldön tanulom majd később, vagy hát, ilyesmi. Még ebből nem megy messzire. Ezer kettőből a gyerek azért még nem megy nagyon messzire, igen. Hát a gyerekért meg kell tenni. Tehát ha a gyerek kéri, akkor ott nincs mese. Be kell öltözni, föl kell venni, hülyét kell magadból csinálni. Na de mindent azért nem csinálnál meg. Egy szülinapi bulin, tessék? Hát te például nem öltöznél Boholcnak a Benny kedvéért. Azért gondolom mindenek a határa. Ahogy én sem öltöztem volna, mondjuk a Virág kedvéért, te lett Abinak. Figyelj, a gyerekért szerintem, főleg ha a gyerek még pici, akkor én nem tudom, hogy a Benny tudna-e olyat kérni, amit nem csinálnék meg. Én utálom a bohócokat, rosszul vagyok tőlük, tehát tényleg ki nem álltam őket, idegesítőek, rosszak. De az a szülinap zárt körül lenne, nem? Tessék? Azért ha 6 évek a haveroknak nem mennél ki. Figyelj, ha a Benny azt hiszem, hogy 8 évese, hogy jó neki... Jóval lehet röhögni, jóval igen. Én vagyok, Ricsi bohóc vagyok, fújd meg a virágot, szagold meg itt a felső zsebe. Vizes lett az orrocskát. Figyelj, ha Benny kérné, megcsinálnám. Hát ott meséltem azt a történetet, hogy én bevállaltam Mikulásnak. Hát öltöztem. Akkor kérje, Viki! Innen szereztük a ruhát, ami kölcsönzőből, és itt volt a fő próba adásban. Az szuki volt. 2 vagy 3 évvel igen. Ezelőtt ugye itt hoztunk ruhát, és ti voltatok a bírák, akik eldöntötték, hogy menjek este. Mikulás kért a gyerekhez, vagy jó a ruha, vagy nem? Valami szörnyű ruhát hoztunk egyébként. Nem volt. Kicsit nagy méret. Volt, kicsit lelógott, igen. A percekig kerestünk, hogy hol lehetsz. És ugye ott az volt a sztori, hogy én elköszöntem a Bennytől, mint amikor 2 éves volt, vagy 3 éves, hogy lemegyek a közérbe, ha jön addig a Mikulás, akkor tartsa itt. Kimentem a kocsiba, átöltöztem, aztán nagyon nyomorúságos sarkor elmentem, így átöltöztem ott a kocsiba, próbáltam fölhúzni a nadrágot. És megérkeztem, mint Mikulás. És amikor bekopogtam, Bennyt láttam az ajtón keresztül, hogy rohan nyitni az ajtót, abban a pillanatban, hogy a fél szakállam az leesett. És én úgy léptem be Bennyhez, hogy ilyen félig fogtam a fülemhez a gumit, hogy ne vegy észre. És lemélyítetted a hangot. Persze, voltad a gyerek így nézett. És aztán fél órát benn voltam, nagyon jól szórakoztam, hát Viki sírt a rögés, tehát vannak róla videók, hát olyan fotók, hogy azt nem hiszed el. Mindig, mikor a gyerek elrohant vele, mondtam, nézd meg a Spice-ba, van-e ajándékcsóhító, akkor gyorsan visszaraktam a szakállamat, oda jött a Viki. És mondtam, hogy mesélj el az apukájának, hogy itt voltam. És mondta, hogy persze, hát ő alig várja, hogy most mondom, hol az apukád. Fönt van, anyám. És mondta, hogy... Nem kacsintott? Mire? Hogy... Persze, elmesél, hogy apád! Hát, jó van, kinek nézel te vagy hülyének? Apa. Te vagy az apa! 2 éves vagy! Miért szakára rajta? Hülye vagy, mert 2 éves vagy, nem csecsem. És mondtam neki, hogy meséld majd el, hogy itt jártam. Olyan cuki volt, mert ő elmondta, hogy hát de kár, hogy apa nem lehet most itt. Ő most elment a közérbe. És olyan kár, hogy nem találkozik veled. Pedig soha nem szokott közérbe. Micsoda lúzer! Ez gyanús! És mondtam! Figyelj, van fotó, hát mutattam, ott megyek, nézd! Ott megyek a gyerekkel. Hát ezt felrakjuk a Facebookra. Tessék, ott megyek a gyerek. Nézd meg, ott megyek, mint egy ilyen vén trojtli. Itt már azt hiszem az egész szakállam leesett. A gyerek fogja a kezemet, mert mondtam neki, hogy kísérjen ki az ajtóhoz. Ki kísért az ajtóhoz? Majd beszálltál a kocsitba, és a gyerek, mi van? Ki kísért az ajtóhoz, és mondta, igen, hogy hát milyen kár, hogy apuci nem lehet itt. Sajnos hát pont most ment le a közérbe, és mondom, mondd meg, hogy itt voltam, mondd meg neki. Mondjuk ezért nem örülnek, hogy lenne egy ilyen kép, vagy lett volna valamikor a virágról egy ilyen kép. Ez volt az utolsó kép, amit látták a gyereket, egy téla. Egy nagyon sunyi tartású görnyet. Hát abszolút nem bizalom keresztül, hogy téla hova ment. Szörnyű volt, hát figyelj, melegen volt, viszkette, a műanyag, a tanga bevágott a gatyám, a fenekem. Az nem kötelező. Én azt mondtam, hogy ez nem kötelező. Jó, hát gondoltam, akkor azt is felveszem. Végre egyszer tanga lehetett rajta. És tudom, hogy így a csomó a hasamon az így, nem tudom, szétment. És... A legjobb az volt, amikor kimentem Mikulásként, visszajöttem, és a gyerek áhítattal mesélte, hogy apa, itt volt a Mikulás. Lemaradtál róla. Itt volt. Hol voltál? Miért nem jöttél? Itt volt, és beszélgetett velem, és egy csomó mindent tudott rólam. Tudod, én meg büszkén, mit találtál? Szerintem azt a képet tegyük fel, amire úgy nézek, mint hogy éppen a szoba közepére kulnál. Te szemét! Ott Mikulás voltam! Életem alakítása volt! Életem alakítása! De láttad azt a sapkát, hogy jár rajta! Figyelj, nem ment rá a fejemre. Konkrétan nem ment rá az a rohadt sapka a fejemre. Tudod, hogy féltem, hogy lebukom, és észreveszi a gyerek? Le van csúszva az egész szakárendszer, és a feje tetején van a sapka, mert nem bírja följebb húzni.
Figyelj, hát, nem ment, a sapka nem ment rá a fejemre. Tehát pedig abban más bevásárol 2 kiló krumplit. Tehát abban elmész vasárnapi nagy bevásárlást csinálni. Na mindegy, aki teheti, gyerekek, tényleg próbáljátok ki, hogy a gyerekkedvért kicsit hülyét csináltok magatokból. Egyrészt jó. Kettő, hogy soha nem jön vissza az alkalom, amikor a saját gyerekednek lehetsz például Mikulás. De tényleg, most elsütném, hangosan röhögné, ledobná magát a szoba közepére és ütné a földet, hogy de hülye vagy, vedd le ezt a szakállat. Azt ki kell próbálni. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Na, játék határok nélkül fejlemények bonyolódnak, kérem szépen. Ugye érdekes ez a dolog, ami zajlik, mert hogy ugye hát trükközés. Trükközés van, és régi időket idéz ez, hogy állami televíziókban hamisítanak különböző dolgokat. Más értelmezés. Más értelmezés. Máshogy értelmezik ugyanazt az eseményt az oroszok és mint mi, mert hogy ugye ezért nem hazudnak. Nem. Máshogy értelmezik. Máshogy értelmezik, igen. És hát 15 évnyi szünet után Magyarországon forgatott játék Határok nélkül című vetélkedőt. Egészen fura és megmagyarázhatatlan módon, úgyis mondhatni rejtélyes módon, két csapat nyerte meg. Megnyerte egyrészről a magyar csapat, és ezt tálalta a magyar közszolgálati televízió, mint ahogy megnyerte az orosz csapat is, és ezt tálalta az orosz állami televízió. Na. És aztán még ott kicsit a szemét franciák is megpróbálnak bele mahinálni a dolgokba. Fura módon ők egyébként az oroszokat hozzák ki győztesnek. Ez egy meglehetősen erős ellenmondás. Így nincs akkora súlya a dolognak, de mégis érdekes, hogy van egy tét nélküli, vidám, az országok kicsit összetartozásáról szóló játék, ahol nyilvánvalóan a végeredmény kihirdetésé valaki hazudik. Hát azért de van egyfajta szomorú üzenete is ennek. Nem lehet az, hogy nem néztük meg a többi országot? Hányan voltak ebben a vetélkedőben? 8 ország mondjuk. Kit érdekel? De nem lehet, mindegy. Még de lehet, hogy ők is nyertek. Érted? Hogy az a koncepció, hogy ebben mindenki első. Tehát mindenkinek leforgattak egy ilyen végét, ahol tartja a kupát. És akkor azt az összes olyan ország, aki ebben benne volt, azt mindenki a saját országában úgy tálalja, hogy hogy megnyerte. Mert akkor érted, sok ez... perre lesz Brüsszelben. Na de ne legyen már ez, hogy mindenki úgy tálalja, hogy akar ezt a magyarok nyerték, ha ők nyerték, feltételezem, hogy ők nyerték, vagy hát legalábbis remélem, hogy ők nyerték, és nem kell nagyon csalódnunk, hogy itt tényleg az oroszok kamuznak. Akkor nyerjük már meg mindenhol mi. Na most az érdekes egyébként a történetben még az, hogy ugye van Wikipédia oldal. És a francia oldal, erről beszéltünk, az oroszokat jelöli meg szintén győztesnek. Mm-hmm. Ugye a francia eredetileg a műsor. Ők az oroszokat jelölik meg, viszont a francia és az orosz Wikipédia oldal még egymástól is különbözik. Tehát, hogy oké, hogy az oroszokat jelölik meg győztesnek, de alatta aztán teljesen más a során, viszont közös győztes az orosz fél. Aha. Nem a magyar. Nálunk a magyar. Hát, mert Putyin szólt, nekem mindegy, hogy ki van a második, harmadik, negyedik, akárhanyadik helyen az elsők, mi legyünk. Igen. De hogy miért az oroszok mellé állnak a franciák? Hát nekem csak ez a gyanús, mert a magyar azt mondja, ő nyer, az orosz azt mondja, ő nyer. Oké, mindenki eldönti, hogy ki nyer, de a franciák meg így mit szólnak vele? A franciák ártottak már nekünk. Hát nem keveset. Sokat. Sokat ártottak már nekünk, most megint el kell viselnünk. Már megint el kell viselnünk ezt a dolgot, hogy minden Franciaországban dől el. Hát ezt nem akarjuk még egyszer. Függenek most az oroszoktól a franciák? Kapnak tőlük olajat, gázt, kaviárt, traktort, kaviárt, tankot. Ehhez a Nógrádit kellene fel. Milyen lehet, hogy fegyvert szállítok, mit tudom én, a francia hadsereg az orosz hadseregnek. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát mindenesetre most arra vagyok kíváncsiak, hogy a két köztévé közül melyik mond igazat. Biztos az orosz hazudik, Jani! Kikérem ezt? Ja, nem. Hát csak azt akartam mondani, hogy bárki is mond igazat, meglepő lesz a vége. Mert ugye van ez a külön játék, ez a falmászás. Aha, ez a falmászás bajnok, a külön játék. Marha jó pofa egyébként. Most látjuk, azt megnyerték nagyon valójában az oroszok. De azt értette, hogy van egy játék, amit lezárnak, és akkor utána van még ez a játék, mert az valami extra a falmászás. Jó, tudom? Az egy extra. Az egy extra játék. Tehát akkor már kiderült, mert ugye a játék folyamán a pontokat adták össze, és akkor már... Ez a hagyományoknak megfelelő játék. Ez a Champions Ball. És akkor már a gundiék számára állítólag kiderült, hogy ha bárki nyeri meg a falmászó játékot, akkor se lehet több pontja, mint a magyaroknak. Tehát mi ott elkezdtünk ünnepelni. Lehet, hogy ezek a fiúk elszámolták magukat? Kik a magyarok? Igen. Hogy még nem volt meg a győzelem, és utána az oroszok behúzták ezt a falmászós játékot, megnyerték, az azért kapott pontot hozzáadták az addigihoz, és azzal viszont már ők nyertek. Hát... Csak kérdezem, hogy hát, ha itt a hiba. Matematikailag csúsztunk el. És ugye gyanús, mert tegnap egész nap kerestük a gundit, de már nem értük el. Lehet, hogy... Hallgató írta, hogy... Berendelték? Moszkvában van. Igen. Lehet, hogy a gundi már a porton van, Moszkvában? Már hirtelen berendelték gyorsan, hogy akkor...
Nugundel Takacsovics. Nupagagyi. Nupagagyi. Tegnap óta nem tudtuk előkeríteni. Aha. A Levi még él, mert a Levivel mindjárt beszélünk, ugye is ott volt, vagy műsor vezetője volt, de a Gundi tegnap óta nem érjük el. Tehát itt lehet, hogy megindult egyfajta tisztogatás. Igen. Most várja, Levi azért is gyanús, mert ő viszont rajta van az orosz videón, ahogy átadták. Hát állítólag írja egy hallgató, hát az nem biztos, vagy tényleg ott van? Rajta van? A Gundi? Aha. Ja, mondták, hogy most már... De hívj, kérdezek a Gundit, hogy egyben van-e, meg hogy mondják, hogy most már a Levi... Várjál, telefonál, akkor nem tudjuk fogadni, mert sokkal van. Mondják, hogy fegyver... is, neki van. Hangos is ki, hogy adásra egy fegyvert tartanak a fejéhez? Jó, várjál, vissza kell hívjam. Ja, csak megcsörgeted? Ne, hát nincs már a számláján. Látod? Már blokkolták a kimenőjét. Hát nem is az ő telefonja. Mondják, hogy ki van hangosít, hogy élőadásban van. Kavarit Moszkva? Táváris Gundel. Ki vagy hangosítva? Na, élsz Gundi? Élsz? Persze, hogy élek, azért nem értem, hogy miért jöttetek el, mert én teljesen hallgattam a műsort, és azt hittem, akkor én itt vagyok, tettem. Mi a számod, Gundi? Mondd már be! Figyelj, mondd már be adásba, visszahívunk! A Balázs azt mondja, hogy mondd be a számod adásba, visszahívunk! Igen, és hát képzeld el, én is tudom, mert visszahívtalak. Na, jó, Feri, a Gundi, mondd meg a Gundinak, hogy mindjárt visszahívjuk, csak a már szegény Levi is le van szervezve, beszélünk a Levivel, jó? És visszahívjuk a Gundit. Addig egyél egy pirogot. Igyál egy vodkát, addig ikert. És mi kérnek, hogy a szájpeszket vegyék ki a szádból, hadd beszélje. Jó, Levit most már leegyeztettük, hogy hívjuk fel a Levit, jó? És azt írja, hogy hallgatók, nem, az Origón volt egy cikk, abban a francia cég is nyilatkozott. Én azt a cikket nem láttam egyébként. Azt láttam, hogy a magyar, az MTV-vel lehozott egy nyilatkozatot a francia producertől, amiben egyébként a francia producer elmondja, hogy a magyarok nyerték a játékot. Tehát, hogy van egy ilyen is. Van egy... De akkor miért írta ki? Tehát a francia producer? Olivier Charpentier. Charpentier úr. Ja, hát ha a nemzetközi producer Olivier Charpentier. A Monsieur Charpentier ezt mondja, hogy mi megnyertünk, akkor mi a francia hát ez ki? Az. Hát ez az. Na? Hát ez az. Hát? Gyerekek, ha beleállunk ebbe a beszélgetésbe, tényleg rohadt hidegtelünk lesz. Na. Úgyhogy vagy elengedjük és hagyjuk, hogy az oroszok nyerjék ezt a játékot, és meleg lesz, vagy nem engedjük, de akkor vége van. Viszont ha a sejlevék nem fognak fázni, biztos olajkazánjuk van. Ha ő is ott volt azon a képen. Igen. Azért mosolygott a Levi a képen, igen. Kapott egy szép volgát ajándékba. Itt van Harsányi Levi, hello Levi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na hát segíts nekünk kiigazodni ezen a szörnyen, nem tudom milyen történetem, mert itt aztán most már a franciák meg az oroszok masszívan hazudnak. Gondolom én, hogy így van, nem? Hát így nagyon jól teszed fel a kérdést, ugye ezt nem lehet tudni ki. Mi gondol ebben? Én annyit tudok csak elmondani, hogy ugye én ott voltam. A magyar változatban, amikor kihirdettük a végső győztest, melyben aztán a magyarok nyertek, fiadalmaskodtak, át is adtuk nekik megfelelően az ezért járó kupát és serleget és díjat, és mindenki örült, mint mi is, és mindenki szépen haza. Én ennyit tudok. Aztán persze, amit ti is már elmondhatok, az is igaz, hogy ennek a játéknak volt egy úgynevezett Champions Bowl, a bajnokok hala külön játéka, aha. Amit az oroszok tettek. Azért ők kaptak külön egy kupát. Ez a kettő ugyanez, mint a Feri felvetésre válaszolnék, azt nem tudom. A kupa legyártásánál nem voltam ott. Valószínűleg, hogy ez két különböző kupa. És abban viszont ők nyertek. Ezt meg is erősítette a Fanta Pro, hogy mondtátok. Igen? Levi, olyan furán szól az új Bluetooth-od a csajkádban. Tényleg, tehát egy pincéből beszélsz, és írod, hogy AK-47-es tartanak a fejed. Ez kihangosítom vagyunk, Levi, mert nagyon nem jó a vonal vezet. Igen. Igen, igen. Csak áttegyem, akkor meg kell állnom, hogy szabályos legyek mindig, tudod? Nagyon, ez nagyon tetszik, hogy erre így odafigyelj. De átveszel minket, hogy félre tudsz állni? Mert így nagyon-nagyon-nagyon visszhangos. Egyrészt félreállok, másrészt meg most figyeljetek a változás. Da-da-da-dám! Igen? No! Hát nézd, milyen jó! Hát na, akkor semmit nem hallottatok eddig. Megvoltál. Figyelj, de állítólag van egy olyan felvétel, ahol ti azt mondjátok, hogy ez igen? A francia tévében ment le, hogy te sajnálkozol, hogy majd jövőre mi nyerünk? Ez lehet? Ez egy hallgatóira, én ezt nem tudom. És állítólag hallatszik a te hangod, hogy te sajnálkozva mondod, hogy nem baj, hát fel a fejjel, majd jövőre nyerünk. Ez valóban elhangzott? Vagy ez valóban... Ezt én nem láttam, nem tudom. Ha ilyet mondhatom, az valószínű, csak a Champions Forra, a külön bajnokok falára. Szarul a burok? Szarul? Hát nem annyira. Hát vagy ezért nem emlékszel rá, Levi, mert ugye egy héttel korábban vertétek fel. A külön díját adod. Te akarnyi műsort szerkesztesz. Nagyon jó, úgyhogy ebben nem menjünk bele. A dolog lényege az,
hogy ennek a játéknak ez a két része volt. Ez a külön díj, amit kaptak ugye az oroszok a Champions League-ért, és a másik az összjáték végeredményeképpen, amit mi nyertünk. Én ezt tudom, ugye amit ti kérdeztek az alapvetően szerkesztő, meg szerkesztő kérdés, én mint műsorvezető voltam jelen, amit nekünk mondtak, és ami akkor az ottani szabályok szerint valós volt, mi az alapján jártunk el, és mondtuk be Vargadit kolléganőmmel a végeredményt. És ti láttátok egyébként, vagy akkor feltűnt, vagy akkor ti észre se vettétek, hogy az oroszok bőszen ugyanazt a kupát emelgetik, vagy ti csak arra gondoltatok, hogy jé-két egyforma kupa van, amit ők a Champions League-ért megkapnak, mert ők ugyanazt a kupát emelgetik, amit a magyarok emelgetnek, amikor győznek, azért ez nagyon érdekes. Azt nem tudom, hogy ugyanaz a kupa-e. Már hogy ugyanolyan legalábbis. Aha. Na így már lehet, hogy helyes. Ezt nem tudom. Tehát ott azért egy ilyen nemzetközi produkciónál, egy ilyen nagy stúdióban, hát több száz ember volt, de tényleg súlyos. Ott, hogy a háttérben, hogy mellettünk, vagy előttünk, mi zajlik, hogy azt nem mindent nem látsz, és nem tudsz, és nem is figyeled, teljesen normális. Mi arra koncentráltunk, hogy a jogosan megnyert magyar csapatnak átadjuk ezt a kupát, díjat, aminek örültünk, és ennyi. Hát meg a te profi műsorvezető vagy. Számla le, addig arccal a pénztár felé örül. Persze. Megsértődik, hazamegy. Fél profi műsorvezetőként azt csinálod, amit a füledre mondanak, és a füledre azt mondták, hogy nu most Lévi, gratulálni elvtársaimnak, kupa mennyire is ilyen. Oda menni, mosolyogni. Igen, és nem nagyon értettem, tudod, Jani, tehát ezért kellett, hogy kérdezel. És akkor mondták, hogy gáz rendben, mondom, akkor jó. Gáz rendben, pak, soki. De akkor mondd meg nekem, hogy a franciák miért írják az ő oldalukon, hogy az oroszok nyertek? Hát miért ekkora rohadékok? Miért kell ennyire nyalni az oroszoknak? A Wikipedia oldalukon még mindig az van fönt, hogy az oroszok nyerték a versenyt. Balázs, ezt a franciáktól kellene megkérdezni. Hát de hogy? Hát te vagy ott a tűznél. Ott vagy a tűz melegébe. Én nem beszélek francia, hogy kérdezzem meg tőlük, Feri? Hát érted? Ezt a terelést. Teljesen. Most már biztos, hogy orosz. Logikus. Várjál, azt miért nyomtam már. Nem már észre, hogy terel, orosz kém. Igen, az is lehet. Na, már az is lehet. Már minden vagy. Tehát én néha fejvlak titeket, hogy megkérdezem, hogy ki vagyok. Tegyük tisztában. Jó van. Gundival beszéltél azóta? Neked meg volt? Mert nekünk nincs meg egy napja. Most került elő, de ez is nagyon gyanús, hogy most hirtelen előkerül élőadásban. Tehát ez nagyon. Majd most meghallgatom, mert hallom, hogy vele is fogtok beszélni. Gyanítom, ugyanezt fogja mondani, de meghallgatom. Jó, mindenféleképpen. Mindenképpen, és nézd meg az új képeket, amiket felrakott a Facebook oldalra, a Lomonoszov Egyetem, Kreml, Lenin mauzóleum előtt. Na jó van, Levi, hát akkor igen, akkor azt erősíted meg, amit olvastunk, hogy az oroszok és a franciák itt a rohadékok. Jó van. Tudsz Rubert váltani? Jól. Tízig jó van. Köszi, Levi, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao. Hello, hello. Sanyi Leventének köszönjük szépen. Hello. Keveset mondott, nem nagyon beszélt. Nem vett meg. Nem tudok franciául. Fél ilyen kamuszagú. Nem, ez engem még nem győzött. Itt valami nem stimmel. Haveri a kuki, haló. Igen? Nézd, Feri, én egy csomószor mondom, hogy nem identitást, hova tartozást, ne keverjünk a műsor. Ugye Levinek a haverja a kuki, ez az ő magánélete. Haverja a kuki, akinek francia. Van akinek a puni, van akinek a kuki, hát a Levinek a kuki. Miért kuki kell most a... Hát de hogy ő meg ide francia. Keverni azt, hogy mihez vonzódik. Miért azokkal barátkozik, akikkel a nejeink? Nem értem. Igen, régen nagy csajozógép volt, fura, hogy azóta haverja a kuki. Átváltott haverja a kuki, ő meg francia, tehát megvan az a vonal is. Na jó, fejvük a Gundit is egyébként. Valószínűleg nyilván ugyanezt mondja. De ha már volt ilyen drága, hogy bejelentkezett, akkor hírek után felhívjuk és beszélünk vele, hogy mondja el, hogy egyrészt hová tűnt az elmúlt egy napban. Balázs, Wikipédia, menj és írd át. Tényleg nem tudjuk átírni? De lehet, hozzá lehet szólni. Hát a Wikipédiát bárki szerkesztheti. Simán. Ezért egy megbízható adat. És a francia forrás oldalon hozzá tudok szólni? Hogy magyarul, persze. Büdös csalók, mi nyertünk, nem tudunk egyet beírni? Legalább érezzék a nyomást. Szerkesztő tudsz lenni. Tudsz, de meg kell adni különböző elérhetőségeket, és igazolni kell magadat. Aha. Egy e-mail címmel. Akkor a Balázs nevében csináljuk. A telefonszámommal, igen. Szerintem mindenképpen. Vladimir Iljics Levi. Nagyon jó duma. Ezt írták a hallgatók, igen. Na, csak egy mondat erejéig, ha Gundi volt már ilyen drága, és fölhívott minket, hogy mondana két szót, akkor... Természetesen megtiszteljük azzal, hogy visszahívjuk. Nyilván azt tudja megerősíteni, amit Levi mond, tehát nagyon új dolgok már nem derülnek ki. Minden esetre az ügy szórakoztató. Tehát, hogy szenzációs azért, hogy ez milyen korokat idéz, nem? Amikor állami televízió az oroszoknál, reméljük, hogy ott nyilván hamisít,
a franciákat kevésbé értem, ha közben a francia producer elmondja, hogy igen, mi nyertünk. Hogy az ő oldalukon továbbra is miért az oroszok vannak győztesként, az elég. De ez az jó, elég amikor, fura. Amikor egy hírműsor úgy kezdődik, hogy és ki győzött. Nézőpont kérdés. Egy korrekt tájékoztatása. Igen, vizsgáljuk meg ezt a dolgot több szemszögből. Na, itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Visszaengedtek, de jó! Már itthon? Igen, én nem tudom, hogy miért nem értetek el, nem azért mondom, de a Blicknek, a Borszak is, még a Klubrádiónak is sikerült, úgyhogy valamit tegyetek össze, ott a csak tapasztalat. Kinyomtál minket, Gundi, emlékszel? Dehogy is. Nem. Lehet, hogy rossz számot hívunk, az Anna igen. nyomozott utánad, aztán már a lerobbant, ez is gyanús, hogy próbált téged elérni, ma már ő sincs. Tehát se Gundi, se Anna, nagyon, nagyon fura volt. Mert mondta ezt. Anna, hogy tegnap arra hivatkoztál, hogy a Vöröstéren nincs elég térerő, és nem fogunk tudni. Na, hallottad, hogy mit mondott a Levi az ügyből kifolyam? Hallottad? Ugye? Igen. Tudsz még valami újat hozzátenni? Mint rangidős. Kijavítani fiatal kollégád? Nem akarom kijavítani, mert ő volt ott, én nem voltam ott minden felvételi napon. Hallod? Csak ugye föltette ezek itt kérdéseket az oroszokkal, meg a franciákkal kapcsolatosan. Annyit tudni kell, hogy ez nem ugyanaz a konstrukció, meg nem ugyanaz a produkció, mint ami volt annak idején. Kicsit hiányolom is a régi, megmondom őszintén. Ezt a műsort pillanatilag egy ne stúdió, hanem egy francia magáncég gyártja. És ez a műsor ebben a formában jó néhány éve működik, és az oroszok benne vannak. Tudni kell egyébként, amit kérdeztetek, hogy az oroszok teszik bele a nagyságrendileg a legtöbb pénzt. Tehát miközben Budapesten forgattuk ezt a műsort, az oroszok külön stúdiót béreltek, ide hoztak 150 nézőt, akiknek semmi dolguk nem volt, csak hogy szurkoljanak a felvételek során, ide hoztak egy csomó celebet, szóval iszonyatos pénzt tettek bele. Hogy kinek mi az érdeke, meg milyen pénzügyi viszonylataik vannak, ezt innen ezért nem tudom, csak azt tudom, meg azt láttam, hogy a franciák, a francia producerek, ez a francia magáncég, ez az oroszoknak gyakorlatilag minden kérését teljesíti. Na most azt is tudni kell, hogy ez a műsor éveken keresztül abban a formában került képernyőre, Oroszországban is és Franciaországban is, meg a többi országban, ahol ez működött, hogy lejátszották az öt játékot, amit ti is láttatok, majd az öt játék által kialakult sorrendben indult ez a bizonyos Bajnokok fala című játék, és az nyerte a játékot, aki végül is ugye a Bajnokok falán első lett. Hát igen, ám csak az oroszok erre nagyon hamar rájöttek, hogy elég ezt az utolsó játékot megnyerni, és akkor a többivel nem kell foglalkozni, és így is történt. Az oroszok idehoztak minden játékba három ilyen falmászó specialistát, és semmivel nem törődtek, csak megnyerték ezt a falmászó játékot, és aztán hurrá, Oroszország Vlagyivosztoktól egészen itt a keleti vagy nyugati határig nagyon örült, mert hogy már megint mi nyertünk. Na most ez nagyon hamar kiderült számunkra, hogy ez így nem lesz jó, és ezért mi, a magyar stáb, a magyar producer, Bányai Gábor azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Tehát az egy nagyon, Magyarországon az egy nagyon rossz tévéműsor, hogy bármi van, az oroszok nyernek. Ugye? Látjuk, nem jó az üzenet. Ez magában sem jó, de ebben az országban pláne nem jó az üzenet annak, hogy bármit csinálsz, az oroszok nyernek. És ezért született az a változtatás, hogy akkor gyakorlatilag bontsuk ketté ezt a történetet, játszunk egy játék határok nélkül öt játékkal, ennek van egy győztese, és utána lejátszuk ezt a bónuszjátékot az oroszok kedvéért. De ezt ők elfogadták, vagy ebbe belementek? Vagy ez egy magyar változtatás volt? Hát ők belementek, csak az történt, amit mi ott sejtettünk, de most már tudunk is, hogy ők pontosan úgy csinálták meg ezt az egészet, mint az elmúlt években, hogy az orosz néző rá nem jött arra, hogy ez most ebben az évben nem így volt. Nem ez volt a megállapodás. Ja, tehát kvázi elhallgatták a szabálymódosítást, és úgy vették föl, és úgy adták át a díjat, mintha ők az egész versenyt akkor megnyerték volna. Ki a probléma, csak az úriember, aki ezt megírta, az ugye nem kérdezett meg ezzel kapcsolatosan senkit se, csak az orosz barátja jelentette neki, hogy ő az orosz televízióban nem mi nyertük. Ez a comment.com, igen. Hát igen. Na most az, hogy a franciák, miközben a francia producer, aki itt volt Magyarországon és legyártotta ezt, vezette nekem is a legyártását, kiadta ezt a nyilatkozatot, hogy mi nyertünk, és ehhez képest a francia televízióban miért az oroszokat hozták ki, hát ezt én nem tudom. Ez a kérdés, mert az oroszok szemét kellett, oké, de ugye, hogy a franciák és a francia Wikipédia oldal és a francia rendező, mindenki az oroszokat hozza ki győztesnek, na az az igazán fura, hogy az oroszok hamisítanak, hát most oké, persze, ez hát nagyjából ezt várja tőlük az ember. Két oka lehet, de ez, mondom, ez, innentől kezdve csak koncepciógyártás a részemről, hogy mégiscsak az oroszok tartják el a műsort, B, a Franciaországban az elmúlt években ebben a formában sugározták a műsort, ebben a formában szokták meg a francia nézők, és ezért nem akartak rajta változtatni.
de nem tudom. Egyébként mi utána néztünk, például az egyiptomi televíziós műsorban, csak hogy tovább cifrázzam a képet, az egyiptomi televíziós műsorban szintén Magyarország. Na, ja, azt hittem, azt mondta, hogy az egyiptomi, az egyiptomiak. Mondom, hát na, azt akkor már tényleg, akkor hagyjuk abba. Tehát akkor ne induljunk el, ha az egyiptomi televízióban az egyiptomiak nyertek. Igen. Az már tényleg vicces. Jó, így akkor érthető a történet tulajdonképpen. Hát, kivéve a francia szemszöget. Eléggé az utolsó pillanatban kerültünk bele ebbe a produkcióba. Ez mindenképpen már évek óta szó volt arról, hogy van ez a műsor, be kéne szállni, de évek óta mindig az volt, hogy valamiért nem szállt be a magyar televízió, és aztán tavaly úgy alakult, hogy bármi van, tehát akár beszáll a magyar televízió, akár nem, akkor is Budapesten fogják leforgatni pénzügyi okokból. Nem állok egy nagy titkot, ez egy nagy filmstúdióban forgatta le a stáb 8 nap alatt a 13 adást. Elég az utolsó pillanatban kerültünk bele, és hát azért menet közben az látszott, hogy ennek a francia producer cég általi szervezettség azért elmarad egy kissé az EBUS változat, a 90-es években látott változattól. Tehát például én mondtam, hogy miért egy játékvezető van? Annak idején minden csapat hozott magával egy játékvezetőt, meg volt egy főbíró, egy semleges, a belga, a Döni, akit azóta is emlegetnek, hogy mi van Dönivel. És akkor oda lehetett normálisan figyelni. Miért egy bíró van, aki nem tud egyszerre adott esetben 6 játékost figyelni, miért nem hoz megint minden csapat egy játékvezetőt? Remélhetőleg idén ez már így lesz. Ha voltak ilyen problémák, amikor igyekeztünk megküzdeni, és igyekeztünk egy normális televíziós műsort csinálni ebből az egészből, de az, hogy arra őszintén szóval azon nem vagyok meglepődve, hogy az oroszok saját magukat hozták ki, mert ez már ott menet közben látszott, hogy ez nem, ezt azt mondták, hogy jó, csinálják így a kis hülye magyaroknak, majd mi úgyis összevágjuk, hogy a franciákat miért így csinálták, miközben a saját producerük kiadott egy ezzel ellentétes nyilatkozatot, erre nem tudok válaszolni, de az én hibám, sose értettem úgyis igazából a francia nép lelket, a sajt és a bor az rendben van, a többit azt sose értettem, de nyilvánvalóan ez az én hibám. Igen, azért ezt egy fura lehet látni, hogy van egyfajta közvetítés, amit mindenki átvesz és forgatnak külön az oroszok, nem? És az ott egy másik valóság. Más a történés, más az eredményhirdetés, más minden. Tehát ők ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a filmstúdióban egy másfajta valóságot forgatnak. Azért ez tanulságos. Nem lehet, hogy ilyen nyelvi problémák miatt alakult így ez az orosz álláspont? Tehát azt tudjuk, hogy ők például a megszállást és felszabadításnak fordítják. Igen. Gindi, itt a falon ugye nem egy helyről indulnak a játékosok a falon. Így van, tehát az öt játék által kialakult sor ennek megfelelő különbséggel tehát indul. Tehát akinek a legtöbb pontja van, az van legfelül, jól értem? Igen. Na de igen. Várjál, mert akkor én most megnéztem ezt a videót. Melyiket? Az albánt, a spanyolt, a svájcit, az egyiptomit, a franciát, vagy melyik? Hát ez egy francia. És ott az oroszok indulnak legelőről. Tehát az azt jelenti, hogy nekik volt ebben a pillanatban a legtöbb pontjuk. Ez most a döntőben? Nem... Jó, hát te is kérdezel mindent. Tehát itt rákerestem a cikkek között, és ott kérlek szépen az van, hogy az orosz ember áll legelől, a magyar ember sárgában van, egy nem tudom, ilyen harmadik helyen. Akkor lehet, hogy ez nem az a videó? És nem az év, és nem az a műsor. Aha, a 13 ja. adásban. Volt ilyen mászás, jó, oké. Okay. A döntőben biztos a magyar indult legelőről, aha. Volt olyan nap, amit az oroszok nyertek természetesen, tehát lehet, hogy te egy olyat láttál, azt nem tudom. De aha, az volt a szabály, ja. Hogy az öt játék után kialakult sorrendben, és a pont különbségnek megfelelő különbséggel, ugye egy ilyen kis grádics, ahova beakasztották azt a söprűnyelet, az egy pontnak felelt meg. Tehát, jó, tehát a döntőben a magyar indult előre. Jó, oké. Jó, Gundi, azért ha megállsz egy piros lámpán, és ilyen fura lesötétített gamercik állnak meg melletted egy balról, egy jobbról, akkor azért, hogy finoman kezdj el gondolkodni, hogy mik lesznek a kifogások, amiket majd mondasz, hogy miért kellett ezt egy adásban elmondani. Kanyarodj arra, merre intenek. Jobban játszik. Igen, az a baj, hogy én 1964-ben születtem, és abban a rendszerben nőttem föl, amikor mindent az oroszok mondtak meg, és biztos, hogy van bennem egy ilyen kis ellenállás, de azt gondolom, hogy ez most nem ezért meséltem el, hanem azért, mert így történt. Hát persze, de benned egyébként, hogy mit csinálnak. Na jól van, oké, tehát a lényeg, hogy mi ezt megnyertük, ez a legfontosabb, aztán, hogy ki mit mond, tényleg a rohadt franciák meg menjenek a fenébe, hogy az oroszok hamisítanak, tehát az elmúlt 100 évben ők csak ezt csinálták. Jó, gyerekek, akkor visszakérdezek. Tehát miért kéne meghamisítani a magyar televízióban egy játék határok nélkül eredményét? Most te arra gondolsz azon cikkekre és felvetésekre, akik felvetették, hogy az MTVA hamisít? Hát
Igen, mert már van egyébként egy ilyen üldözési mánia, meg kezdek kialakulni frontvonalak, amit nagyon sajnálok, hogy... Na jó, hogy de azért akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az elmúlt egy-két évben azért az MTV-vel rászolgált arra, hogy azért legalább felmerüljön egy-két olyan de dolog. De nem ilyen típusú műsorokban. Nem ilyen típusú műsorokban, de azért adott okot arra, hogy azért, hogy elgondolkozzunk, hogy egyes híradók, egyes tudósítások mennyire valóban a közszolgálják, és mennyire objektívek, vagy éppen nem. Magánemberként azt szeretném tőle kérni, hogy amikor az MTV-ról beszélünk, vagy velem beszélgetek az MTV-ról, akkor azokról a műsorokról beszélünk. Ez így, hát ezért nem is kérdeztünk másról, persze. Nem. Csak az, hogy mit történik a híradóban, vagy más műsorokban, azzal kapcsolatosan én nem szeretnék semmit. Na de ez csak a válasz volt a te felvetésedre, hogy miért gondolnál azt valaki, ne adj Isten. Amikor valaki azt gondolja, hogy a híradó manipulál, vagy valaki azt gondolja, hogy a játék határok nélkül manipulál, azért az nem ugyanaz. Hát az nagyon nem. Nyilván ez az összemosás, ez szimpla szarkazmus, tehát, hogy igen. Meg amit tegnap megjelent. Ezért kéne az újságírásnak az alaptörvényét betartani, még akkor is, hogyha valaki blogger és nem újságíró, hogy megkérdezem a másik felet is, hogy te, hogy volt ez? Csak hát ez nem történik meg felé. Ő se tudta a számodat. Hát igen, ő nem is erről híres, hogy megkérdezze a másik felet. Igen, ő azokat szereti, ahova meghívják. Uh-huh. Valószínűleg az MTV még nem hívta meg egyetlen műsorba se. Ha meghívjátok, jó barátotok lesz, higgyetek el. Tehát a TV2 sokszor meghívja, és akkor nekik már nagyon nyal. Hidd el, ha meghívjátok, nektek is fog nyalni. Amíg nem hívjátok meg egy műsorba, vidd el egy játékhatárok nélkül, ültess be valahova, adjál neki popcorn, jót fog írni. Ha nem hívod meg, nem a barátod. Intelligens ember, ő tudja, hogy neked van igazad, csak nem érdekel. Igen, van annyi fájdalma, hogy megértjük, hogy miért ír ilyen. Tudod. Jól van, Gundikám, vigyázz magadra! Ciao, hello Gundinak, köszönjük szépen! Szevasz, Gundi! Hello! Ó, nem kérdeztük meg, hogy mi van Dönivel. Ja. Most valójában tényleg mi van Dönivel? Így van. Mondja meg nekem valaki, mi van Dönivel. És hogy hánytól hányig lehet megnézni az általunk nyert díjat Moszkvában, és hol? Most hagyjátok abba, gázzal fűtünk. Gyerekek, vége van. Hát jön a Putyin, ezt akkor meg föl kell vetni. Azért ezt meg kell veszni. Magyarok nyertek, akkor tessék mindenhol kiírni, hogy mi nyertünk. Nem ám aztán itt kamuzunk. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. De egy érdekes hírt mondott Ákos, és talán érdemes róla beszélni, mert volt most egy nyugdíjas, nem tudom, olvastátok-e, aki odáig jutott, hogy megműtötte saját magát. Igen, egy nagyatádi nyugdíjas, igen. Hát ez önmagában is elképesztő maga a hír, de hogy ugye szeptemberre hívták vissza a kaposvári kórházba, és akkor a fájdalmai voltak, azt mondja, hogy nem győzte kivárni, és megoperálta saját hát illetve magát. Illetve előtte bement, és kapott is egy korábbi időpontot, tehát hogy már augusztus közepére kapott egy időpontot, de hogy annyira elhatalmasodott rajta a fájdalom, ez ugye június közepén jelezte először a ott problémát. Ott kapta meg a házi orvosától a beutalót, a cikk azt mondja, hogy a kaposvári kórház érsebészetén csak szeptemberben fogadták volna. Ő azonban hát ugye rettegett, és augusztus 19-ére kapott aztán egy új időpontot, ami csak az ultrahang időpontja lett volna mindig, és olyan fájdalmai lettek, hogy visszaemlékezett arra, és ezért ez megdöbbentő, hogy szedtek ki 3 éve a hasfalából vérrögöt, és annak a felhasználásával ő megműtötte saját nagyon magát. Súlyos. Én amikor először olvastam ezt a hírt, így rákötöttem a tegnapi témánkra, ami azért ennél egy kicsit viccesebb volt. Ugye volt szó erről az applikációról, ahol mindenféle tünetek alapján, meg betegségnevek alapján rá tudsz keresni különböző dolgokra, és akkor mi ezen nagyon jót röhögtünk, és így poénkodtunk a dolog kapcsán, és akkor először, amikor olvastam ezt a hírt, akkor kb. Erre fűztem rá, és mondom, úristen, milyen valaki megműtötte magát, tehát ez mennyire nagy. És elolvastam ezt a cikket, és aztán rájöttem, hogy ez egyáltalán nem vicces, igen, hanem, hát van, hanem ez egy szörnyen persze, szomorú dolog. Szörnyen szomorú dolog, van ennek egy szomorú apropója, hát az mindenki tudja, hogy milyen várólisták vannak, hogy mennyit kell várni. Ugye vannak bizonyos rendeletek, amik már azért próbálnak egy kicsit segíteni, ugye, hogy előírták azt hiszem talán pont júniustól, hogy a daganat gyanús eseteknél előre kell hozni a CT és az MR vizsgálatokat, 2 héten belül el kell végezni a vizsgálatokat. Na most ugye ez rendben van, a Magyar Kórház Szövetség meg gyorsan nyilatkozott, és azt mondta, hogy az előírás miatt ugye éjszaka és hétvégén is dolgozni kell a radiológusoknak a jogszabály betartásáért, és hogy hát egészen nincs elég emberük arra, hogy elvégezzék ezeket a kötelező vizsgálatokat ilyen időintervallumon belül. De
Azt, bocsánat, jól tudom én ezzel a vérröggel kapcsolatosan, hogy ez el tud indulni és be el. Tud menni a hát szívbe, és meg tudsz halni. Ez volt a rokonnyugdíjasnak egyébként konkrétan ez volt a félelme, tehát ő attól félt, hogy ez pontosan ettől, hogy ez a vérrög elindul majd, és vagy az agyába jut, vagy pedig a szívébe jut, és meghal. Hát az az embólia, ugye, amikor ez a vérrög a lábadból elindul fölfelé, és ugye hát ott már tulajdonképpen nem jut át. Tehát ebben az vérhívítót egy csomó mindent. Igen. Amikor te júniusban bemész, hogy neked van egy ilyened, nézzék meg, és azt mondják, hogy szeptemberben gyere vissza, akkor ott nem kéne az, hogy ezt előre vesszük ezt az embert, mert van egy vérrög, ami elindulhat? Pláne, hogy egyébként már itt komoly fájdalmakról volt, szóval akkor is. És ráadásul fájt neki nagyon. Nem kéne egy orvos, aki azt mondja, hogy Pista bácsi, akkor jöjjön, maga jön. Mert tényleg egyébként ez látom, hogy veszélyes. És amikor ugye bement és kért egy másik időpontot, akkor is ahhoz képest egy körülbelül 2 hónappal későbbi időpontot mondtak még mindig, mert ugye az augusztus vége felé. Igen, júniusban bemész, augusztus az 2 hónap. Úgyhogy, ez kemény. És hát ő végső elkeseredésében saját magát műtötte meg otthoni körülmények között, fertőtlenítette egy szikét, utána pedig egy injekciós tűvel gyakorlatilag leszívott egy komolyabb vérmennyiséget a lábából, úgyhogy előtte még elkötötte ugye térnél és combtőnél a lábát, hogyha esetleg nagyobb vérzés lenne, még oda készített maga mellé egy csomó kötszert is, és a műtét egyébként megdöbbentő módon sikerült. Tehát sikerül, megtalálta sikeres a vérrögöt? Így van. Igen. Két körülbelül 1 centiméteres nagyságú vérrögöt távolított el a lábából. Injekciós tűvel szívta ki a vért, és ahogy szívta ki, akkor kijött a 2 vérrög. Azért az is kemény. Tehát elszorítod a lábad a combtőnél, térnél. De te otthon nem vagy, hogy kezded el, vagy hogy csinálod meg? Tehát otthon ülsz, meg kell műteni mondjuk saját magadat. Ugye, mi most próbáljuk azon oldalát megfogni, amiből azért úgy lehet műsort készíteni, hogy ne azon moralizáljunk, hogy most tényleg mennyit kell várni. Az egy szomorú helyzet, ezzel mindenki tisztában van, de akkor nézzük meg a gyakorlati oldalát ennek a dolog. Szike. Kell egy szike. Igen, ugye? Na most... Tehát azt a sziket gondolom én, hogy fertőtlenítened kell, amit ugye te is mondtad. Van neked otthon szike? Hogy ne volna. Hát nekem nincs. Bocsánat, tehát kezdjük ott, hogy elkezdett szikét venni. Kell egy szike? Te így kezded a mondat, kell egy szike? Akkor elmegyek szikét venni. Ez az négyszer nem jó? Az a tapit a lábú? Jó az. Te vagy a technikai. Barkászike. Ugye, nem tudom, tényleg nézzük meg, hogy ez, ha már ide jutott a szörnyű magyar valóság, hát akkor nézzük meg, hogy ezt hogy csinálod te otthon. Tehát van egy szikét. Én csinálom, de mindenképpen a felső, tehát hogy azért mégiscsak egy műtétről van szó, én a felső kis darabot, mert ugye ezek be vannak így szakmai szóval írdalva, és le tudom törögetni. A tetejéről letörném azt a darabot, amivel legutóbb tapétát vágtam, és utána fertőtlenítem. Én mondom, hogy csinálnám. Én fognék egy öngyújtót, és meggyújtanám a sziket. Aha, és a láng fölött egy kicsit sterilizálnám, az jó? Hát egy picit bekormozódik az élet. Hát, na jó, de hát a meleg meg... Steril korom. Ja persze, ahol tűz van, ott korom is van. Az, akkor az nem jó. Alkohollal lemosom, alkohollal fertőtlenítem magát a szikét. Aha. Betadinnal. Azt tudjuk, hogy neki hol volt? Combjában, lábában? Lábában, jobb lábfej. Jobb lábfej. Ajajajajajaj. De valahol én alul olvastam, hogy valahol itt volt a comb. Mondhatod hangosan is, mert nem kell súgtam. Nem, csak comb. Comban volt? Akkor combban volt. Combban volt. Jó, elkötöd. Comb. Aha. Nem comb. De már meg vagyunk. Jó. Elkötöd a combodat? Egy törölközővel? Gumi szalaggal. Igen, két helyen kötött el. Combnál, fönt, meg a térnél, hogyha bárhonnan ömölne a vér, akkor ne ömöljön. Na most ott egy artériát haját, vagy egy, nem tudom mi, egy... Tehát az, ha véletlenül elvágod, hát azt utána kötözgetheted, nem? Szorítókötés megfogja. Úgy gyerekek, nekünk ez nagyon nem menne. Nem menne. Gumipókkal, valami zsebkend, rongyal, törölközővel. A gumipók nekem tetszik. Az jó. Ugye, erősen kell. És beakasztott két oldalra a konyhába. Hát erősen kell ezt a dolgot meghúznod, hogy ugye tényleg, ha átvágsz egy artériát, valamit, nem tudom, ütőeret, akkor ne vérezzél el. Megvan még az egészségügyi könyvem, amiből vizsgáztam annak idején, amikor jogosítványt szereztem. Hát a stabil oldalfekvésen és a Heimlich-féle műfogás, ott megvan a vérőkiszedés? Hát, az nincs meg, de ott kezdenéd, hogy mi van artériás vérzésnél, nyomókötést, hogy készítesz, tudsz nyomókötést csinálni? Nem, ezeket nem értek. Hát azért... A stabil oldalfekvésben jó vagyok, és félrenyel a szendvicset, olyan Heimlich-féle műfogást kapsz, hogy kijön a vese homokodat. De ő saját magát fekteti stabil oldalfekvésben? Volt valaki mellette? Nem, egyedül végezte. Fú, de bátor. Azért ez nagyon bátor. Nővérke szikét, ja én vagyok. Az is. Tampont, tessék.
Gondold el, hogy oda jutsz, hogy végső elkeseredésedben azt mondod, hogy jó, oké, nincs idő, hát egyrészt baj történhet, hogy nyilván fizikai fájdalmai voltak. Óriási fájdalmai lehettek. Tehát, hogy én ezen is csodálkozom, hogy ugye az orvos az nem észlelte rajta, vagy nem vette a lapot, hogy basszus, ott ül vele szemben egy olyan ember, aki kínlódik. Mivel érzéstelenítesz? Hogy érzéstelenítesz? Iszol? Mert ott helyi érzéstelenítesz, föl kell vágnod saját. Óvatosan. Tök óvatos. Mert akkor kell fölvágnod, meg óvatosan kell inni. Igen. Na de hogy? Mi az érzéstelenítés? Te csak otthoni eszközökben gondolkozunk. Mit csinálsz? Helyi kell egy érzéstelenítés. Kis mivel? Lidokain. Van otthon lidokainod? Hogyne volna, a szike mellett tartom. Jó, mondjuk az a baj, hogy te olyan vagy, mint egy ilyen túlélőkészletet. Nálad a lidokain, a fóliasátor, a rambókés, nálad minden van. Nálad van otthon lidokain? Nálad is van. Azért mondom, hogy stréberek vagytok. Lidokainunk nincs. Előre... Fertőtlenítőszer van, de érzéstelenítő nincs. Fájdalomcsillapító előre? Az nem rossz. Bedobsz két izét, fájdalomcsillapítót vársz 4 órát, és belekezdesz a műtétbe. Vagy 2. Meg 2 feles rá, és akkor már jó is vagy. Na, akkor van. Akkor tudod, másnap nem lesz azt észre, hogy a lábad ugyanolyan dolgot, viszont egész jól sikerült a tegnap este. Hát azért ez, gyerekek, ez az amennyire dermesztő, annyira szomorú is. Tehát most egy órán belül 2 olyan szomorú témában nyúltunk azért, ugye? Tehát a nyugdíjas elvándorlás, akik mennek Németországban, nyilván. Hál' Isten, hogy legalább tudnak valahova menni, illetve emberünk, aki meg kellett, hogy műtse magát, mert egész egyszerűen nem képes a kórház fogadni, de nem azért, mert hogy slendriánok, hanem mert arra volt időpont, egy csípőprotézisre vársz 2,5 évet, 600 napot, 900 napot, 1200 napot, nem tudom mennyit, erre a műtétre megvárnod kellett 2 hónapot. Tehát ez a helyzet, nyilván nem a kórházat hibáztatjuk. Mit kezdtél elmondani, hogy? Hát és ráadásul ugye ő egy korábbi műtétjéből szerzett tapasztalattal műtötte meg a lábán ezt a megduzzadt teret. De hát ott nézte, hogy a hasfalából kivesz. Igen, ez is, hogy nyilván nem vagyunk orvosok, talán ez már kiderült az elmúlt 10 percből. Tényleg, hogy akkor is végignézte a saját műtétjét. Akkor is végignézte, igen, hát helyi érzéstelenítéssel csinálták, nem altatták, és végignézte. Akkor altassuk. Nem, köszönöm, altatást nem kérek. Jó papolt, jó, tanul. Jó jöhet ez jó még. Jó jöhet ez még, rokkanyugdíjas vagyok Magyarországon. Igen, szeretném ezt végignézni, hát ha még ez kell lenni. És végül ő egyébként egy injekciós tűvel szívta ki, tehát a szike nem is tudom, hogy kellett, lehet, hogy ott kiszabadította az eret a lábon, és utána abba bele az injekciós tű, és elkezdett kiszívni a vért, ahol a vérrög van. Na, várunk SMS-eket, nézzük meg, tessék, ki végzett már el otthon bármi olyat, amivel megerőzte a saját orvosát. Hát, ha vannak ilyen hallgatók. Tehát nézzük meg, hogy kényszerült-e már arra hallgatunk esetleg, hogy azt mondták neki, hogy ennyi idő, annyi idő, nem ment el orvoshoz, nem mert elmenni orvoshoz, és otthoni körülmények között műtötte meg magát, szedte ki a gyerekből, vágta föl, műtötte meg magát úgy, hogy tényleg ezt otthoni körülmények között csinálta, ahogy egyébként a bácsi. Nem követendő ez a példa, tehát ne álljunk otthon neki azért nagyon sebészkedni. Asszonynak, feleségnek, kést, törlést, szikét, apa, mikor lennek már a játszott élet? Tehát ezért ez, bármennyire is ez a szomorú magyar valóság, mert hogy lassan tényleg itt tartunk. És senki ne próbálja ki otthon. Az orrsövény műtétedet meg tudnál csinálni? Nem, de én már vágtam fel a sarkamat. Tényleg? Én már a sarkamat vágtam fel késsel. Valami belemet? Pipisle. A bőrkeményed is? Nem tudtam aludni. Volt ott egy ilyen dúzzanat, és én úgy éreztem, hogy az valami, mit tudom, valami ilyen hát egy ilyen kelés lehet, vagy valami hasonló, és éreztem, hogy ilyen kemény, meg dúzzat, meg nagyon fájdalmas volt. És én kiskoromban mindig így megszoktam, hogy éppen sárka megy a ujjamba, akkor azt én ki tudom szedni, és lebetondinoztam egy ilyen kis picskát, egy picskát, és megvágtam vele a sarkamat. Mondanom se kell, a vér jött belőle, semmi más. Tehát ott én nem tudom, mi lehet, hogy csak valami pici kis szálka bement, és attól begyűlt ott az egész, de én megpróbáltam belőle eltávolítani a felesleges folyadékot, vagy nem tudom, váladékot, vagy de menő voltál, kértél törlést, szikét, törlést magadtól, persze, törölgetted a homlokodat, tehát megcsináltad úgy, ahogy ezt kell, ahogy láttad a vészhelyzetben. Én is megpróbáltam egy gyógypuszit is adni rá, de akkor kifordult a térde. A végén lefektetted saját magát, igen. Hát nekünk régen egyébként még az első gyerek után Viki hasába egy ilyen 4 centis spárga azért így benne maradt, és ugye a doki az elment, és mondta, hogy hát akkor ez kiszedte a varrat, az első gyerek, nem a második. És mondta, hülye volt a doki egyébként. Sok bajunk volt vele. És az első gyerek, hangsúlyozom, nem a második. És mindent kiszedett. Viki úgy hónapig úgy nyomkodta, ott tudod, hogy volt valami, és egyik éjszaka hallom, hogy még éjjel fél egykor még ott zörög, csörög, valami üvegek ott, nem tudom, van brutál műtét van.
És reggel mondja, hogy megműtötte saját magát. És mondom, mit csináltál? Hogy látta, hogy a doki hogy szedte ki a varratot ugye a gyerek szülés után a hasából, és ki egy 8 centis kis spárgát, ő még ezen az oldalon, így az első gyerek születése után így kiaplikálta a hasából. És megműtötte saját magát. De ne félsz, hogy szétesik bent valap. Jó, mert azt tartja össze. És így hátra csuklik. Egy régi műtét volt, egy 8 centis ilyen damil húzal darabot, ami vagy fölszívódik, vagy a szervezet kilöki. Hát az nem akart nagyon felszívódni. Ez nem akart felszívódni, se nem lökte ki a szervezet, ez benne maradt, és ő mondta a dokinak, hogy hát itt van, de hát a dokinak a baja is volt. Leginkább az és alkohol. És érzéstelenített a Viki is? Nem, a doki. Ja. A doki sokat tett sokat. Igen, hát az első gyerek volt, nem a második. A második dokingat nagyon kedveltük, nagyon cuki. És mondtam, hogy Jézusom, na mit csináltál? És ennyi egykora 8 centis kis húzalt. Az igen. Kihúzott magából. De éjjel fél kettőre megvolt, megírta a zárójelentést, lefeküdt, föltette a lázlapot az ágy végére, kitöltötte, fölírta magának a gyógyszert, reggelre mentem, már ott feküdt rendesen, beutalta saját magát kórházba. De az ott lógott ki a Vikinek? Nem. Nem? Úgy kellett ki? De lógott ki persze. Mindig igen, meghúztátok, és akkor elkezdtem a csendesét. Én mindig úgy csengettem be, amikor mentünk hozzá. Nem, az csak érezte, hogy ott úgy szúrja valami, és az ott úgy bent van a hasába, és akkor ezt így kiszedte. Egy laza műtét. Mindenki megbűti magát otthon, nem úgy, ahogy a bácsi egyébként. És ez a szomorú magyar valóság, hogy egy év múlva, két év múlva nekiállunk magunknak megcsinálni a műtétet? Kapsz hozzá biztos egy ilyen gyors talpalót, lesznek ilyen applikációk, hogy hogyan műsd meg magad. És akkor beírod, hogy vakbél. Csináld azért meg majd magad. A végbél tükrözésre ítélnek felé azért azt. Persze. Ugye? Tehát, hogy azért itt lesznek olyanok, hogy inkább megvárom a soromat, vagy gyere át hozzám. Megcsinálod? Felrakom azt a kis üveget, ami visszaveri a fényt, tudod, mint az orrfülgégészeknek. Lehajtom, te mutatsz egy blendét, aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Szerintem azt bízd profikra felé, de a művész világba. Ugye hát az egyik, amikor a kórház nem tudja megcsinálni, de a másik, amikor az ember nem mer elmenni orvoshoz. Hát azért ezt se felejtsük el, hogy van úgy, hogy be vagy tojva. Na hogy jó, az orvos, orvosok vannak, mint a tiétek, akiben lehagyt azt a 8 centis párgát. Róla nagyon sokat tudnék még mesélni, hogy mit csinált velem, a Vikivel, velem, nekem csak stresszt okozott a gyerekkel. Dr. Lecter. Igen, körülbelül egyébként, igen. Szedtem már ki a szememből fémdarabot fültisztítóval, meg fogpiszkálóval, mert nem mertem elmenni a szemészetre. Ezért mondom, írja egy hallgató, tehát vannak olyanok, amikor tényleg be vagy tojva, és nem mersz elmenni, és nekiállsz otthon megműteni saját magad. De hát az veszélyesebb, jobban fáj. Hát hogy? Nem mersz elmenni az orvoshoz, ahol kapsz érzéstelenítőt profi kezekbe, vagy jó esetben, ugye, hanem a Valázs orvoshoz, de hogy ugye? Nem mondta, hogy fogorvoshoz mindig azonnal elrohantál, nem jegelted, nem próbáltad kihúzni, nem azt mondod, hogy betöltet hát saját magadnak, de hogy azért így én például régen, amikor nagyon féltem, akkor azért így napokig... Hóval fogsz? Aha, én piszkáltam. Jegeltem, mindent csináltam. Legalább 2-3 olyan tömésem volt, amit én szedtem ki. Csak azért, mert egy zavart, és addig piszkáltam, amíg ki nem, aztán el kellett menni jönni fogászatra. Ajtófélfa, Damir Kilincs, nem csináltatok hát, ilyet? Hát a legnagyobb. Hát azt ki nem próbálta még ki. Saját magadnak becsapni. Csak rohadtul nem sikerült. Fájós rágó fogamat szedtem ki fertőtlenített zsebkéssel. A doki azt mondta, hogy ahhoz képest egyébként szép lett a sár. Tehát a fogadat körbe vágod és kiszeded? Tehát ő kiszedte? Aláfeszített, és valószínűleg úgy csinálta. A körbevágás ebben az esetben szerintem nem annyira működik. Lából lőttek egy Flóbert pisztolyjal. Elől sípcsonnál ment be, hátul viszont az Achilles-szimban megállt. Aha. Ekkor még nem tudtam. Megpróbáltuk kiszedni a golyót alkohollal. Szikkével írja egy hallgató. Apám cérnával kiúzta a fogamat. Aztán azt is, amelyik mozgott. Hát ez sokszor előfordul azért rám, bizonyám. Sokszor előfordul, rosszra kötik. Talán jó. Figyelj, én a Beninek alig várom, hogy elkezdjen mozogni az egyik foga. Nekem ez egy nagy álmom, hogy a gyerek egyszer belemenjen abba, hogy valamire rákötjük. Én elhatároztam, hogy garázsajtóra fogom, hogy önműködő a garázsajtó. Jó, mint a roverekot. Ja, és ízével, távirejtő. Leülünk a Benivel a fűbe, de rajta lesz a fogán a spárga, belekötöm a hát 6 éves, de már röhögni fog, már elkezdtem neki pedzegetni. Még van egy kis ellenállás. Igen. Garázsajtó, és azt mondom, 3, 2, 1, nyom meg a gombot, megnyomja a gombot, és elindul a garázsajtó. És elindul a garázsajtó, puff! Kint van a fog. Utána kertkapu, kocsi, roller. De nem jó, lassan megy le. Viszonylag lassan. Tehát felhúzza a gyereket, ott fog lopni a gyerek a fogába. Apa!
Biztos, hogy ez a jó. Nagyon tetszik ez, nagyon jó játék. Mindjárt jön, hogy anya nem fog ülni. Viki meg jön, mert a gyerek meg ott lóg a garázskapu, tudod, hogy a bal hatosába belekötve. Mi az úristen csináltál? Állal, lábbabó. Jó, jó, fejakorákat bulizunk, a gyerek egy 8-as damiló lóg a garázskapu, tudod. Jó, igaz. Hol van most jó, a fán? Okay. Elment teniszen. Itt nála van a távirányító. Azt mondta, ha sokat lógok, kiesik. Ha sokat lógok, kiesik. Jó, igaz. Akkor mire kössem? Hát egy jó valami gyorsabb eszköz kell. Mert ez gyerekkoromban nekem is megpróbálták, soha nem sikerült, de ezt mi is csináltuk a bátyámmal. Rákötöttük, bevágta a szobaajtót, és persze nyilván mindig leugrott a damé. Tehát mi nem tudtuk jól feltenni. De ha jól felteszed, állítólag ez kihúzza. Tehát megvagy. Igen. Igen. De mi lehetne, ami gyorsabb ennél? Kocsi. Aha, igen, mert ahogy nagy gázzal. Igen, nézzél, mi? Vienna Express. Intercity. Igen. Tessék, tyúkszemhez ki nem nyúlt már hozzá otthon. Ó, az a kikaparást alá nem mondta, hogy egyre mélyebb, és egyre mélyebb, és ugye optikai csalódás maga a tyúkszem, mert azt hiszed, hogy ott van a bőr alatt. Egy ilyen Vezúv szintű kráter és mélyedés van már a lábadban. Én ezt nem csináltam. Nem csináltad soha? Nem volt. És még mindig nem érsz el. Adjad egyet. Még a hármat, négyet. Igen, a hallgatóink is egyébként orvosi vénával vannak megállva, mert hogy jönnek az SMS-ek. Azt mondja, hogy papának zsírcsomó hátán a vállám beborozott. A legukosabb. Szépen indul a történet. Megyek műteni, előtte beborozom. Beborozott és borotva pengével kivágta saját magának. Egyébként egész ügyes volt. Benőtt lábkörmöt sikerült már többször kiműteni. Ha? Szemölcs, kiszedés körzővel. Az jó egyébként, mert mélyre leér a körző, tényleg a hegye. Ezért csak azt videó oda betolod. Picit azért alkoholizálnék előtte. Mondjuk itt a papánál azért szerintem erésre idézőjeles lehet. Ahhoz képest egész jól sikerült, hogy a hátán volt zsillett pengével, és részegen csinált. Ez figyeld, ez is nagyon jó. Nagypapám kivágta a kullancsot a combjából bicskával. Papa nem hitt a krémben, az olajban, és az óra árrájárásával, nem tudom, ellentétes vagy nem ellentétes csavarás. A papa azt mondta, gyere kullancs, egy bicskával nekiállt, körbevágta. És a vélhetőleg feltörzött részt is eltávolította még 3-4 négyzetcentiméternyi területet a combjába. Igen, papa egy mariannárkot vágott egyébként a combjába, igen. Lábszár fekét tisztogattam, mert a doki kijelentette, ez nem az ő szakterülete. Ezt Gizi küldte nekünk. Azt mondja, hogy ezt nem hiszem, hogy igaz-e, de írja János. Egy ismerősöm kitüsszentette az ormanduláját. Be! Majd mivel traktoron ült, éppen egy érszorítóval visszatuszkolta. Jó, így nyilván. Én a mandulámból szedtem ki egy szárított rozmaringot fogpiszkálóval. Azért ott is mélyre kell nyúlni, Tibike küldte nekünk. Rozmaring. Igen. Varracedésem voltam, a doki bennem hagyott egy 40 centis darabot, két nap után egyébként kihúztam magamnak. Aha. Hát azért vannak érdekes SMS-ek, igen. Jó a téma, rosszul lettem, igen. Oké, na, jól van, várjuk még az SMS-eket, jó, írjatok még, hogy ki hogy műtötte meg saját magát, reméljük a bácsik egyébként jól van, és hát tényleg nem ez lesz. Nem ez lesz a szomorú valóság, hogy ideig jutunk, majd az otthon kell az embernek megműtenie saját magát. Tájogot találtam az arcomon, elmeséljem, kérdez. Mindenképpen, és amarról a fotó küld el. Fél tíz múlt. 8 perc. Itt vagyunk, nézzük az SMS-eket. Nézzük. Az SMS-eket. Azt, hogy 6 évesen beleestem a szökőkútba, a suliban betört a fejem, a döki összekapcsolta, 5 kapocsból 4-et magam szedtem ki. Mondj! Küldte nekünk. Fokúzás utáni varratot kellett kiszedni a dokinak, de nem tudtam kivárni az időpontot, és egy körömcsipesszel megoldottam egyébként a dolgot. A fater az ujjamat próbálta visszarakni a helyére egy ecetes vizes ruhával. Miután beszorult egy felnőtt méretű kosárlabda a kis ujjam és a gyűrűs ujjam közé. Azt mondta, ez csak kiugrott a helyéről. A kórházban derült ki, hogy 3 helyen tört. Lehet, hogy akkor kapott, hogy helyre akarta rakni, akkor még egyet tört rajta. Igen. Kiműtöttünk alsamból egy kullancsot, de utána megnéztük egy évvel az ezelőtti képet, és kiderült, hogy anyajegy volt. Volt egy szemölcs kénes helyen citromhéjat, ecetbe áztattam, egy éjszakára rajta hagytam, és le is égettem vele, mondjuk a bőrömet is írja egy hallgató. Törött kulcsontot tettem haj helyre, azt hittem ficeam, a doki meg is dicsérte egyébként. Egész szép, hogy a kolléga.
Hello, én zsírcsomót szedtem ki a szemöldököm széléről varrógép tűvel. Sikerült. Egyébként szerintem azt mindenki ismeri ezt az érzést, amikor hegyes dolgot kell otthon találnod, és elindul a szakkör, nem? És mindenbe belenézel, minden, de amikor késhegy nem jó, villa nem jó, hegyesebb kell, oké, csillagcsavar húzon nem elég jó, túl széles, rendben, a tűhöz még mindig nem jutottál el, a tűpára nincs meg, jó, fogpiszkáló nem jó, eltörik, szívószál, learapom a végét, szűkítem. Tehát azért az megvan, nem? Amikor hegyes dolgot kell otthon találni, és elindított. De ebbe azért senki nem mondja, hogy nincs egy kis beteges perverzió. Tehát, hogy imádsz így magadban turkálni, kiszedni, igen, hozzányom. De vigyázzon mindenki. Élvezi az ember ezeket a dolgokat. Persze, jó átszatom, önmagad megműtése azért. Párkacs kiszedése a fejből. Igen. Apám tömése kiesett, ezt figyeljétek. Kompresszorral kifújta, hogy száraz legyen, majd pillanatragasztóval visszaragasztotta. Reméljük, hogy nem cionokvillát tartalmú. Igen, majd pillanatragasztóval visszaragasztotta. Persze ez nyaralás előtt is megjegyezte, rohadt barack. Igen, még egyszer hangsúlyosan elmondjuk, senki ne próbálja ki ezeket otthon, vigyázzatok magatokra, menjetek orvoshoz. Viszont jó, jó ne használjatok pillanatragasztót szájba, olvassátok el, mérgező is lehet, ahogy János is mondja, tessék elmenni dobkihoz. Nagyon jó alternatíva született neked a garázs ajtóra, na? Mert hogy másik nagy kedvencedet is összehozhatod ezzel, teniszlabda. Jó. Összekötöd rá a madzagot, az be Benni szájába, kis pattogtatás, na most mosolyog a Benni. És elmegy. Én azt akarom, hogy saját magának üsse, tehát ő nyomja meg, ő indítsa el, ő üsse ki, tehát, hogy ére, tehát a saját kezébe akarom adni kis fogacskájának sorsát, hogy ő döntsön hogy arról, ő hogy mikor lövi. De a teniszlabda jó egyébként. Figyelj, válogathatok, mert a YouTube tele van. Tele van ilyenekkel, elképesztő módon próbálják meg általában a gyerekeknek a fogát, de hát látszik, hogy egy gyereknek is füligér a szája közben, imádja. Igen, persze. 14 éves voltam, amikor megharapott egy kutya, mamámmal a hátsó pajtában sósborszesszel kifertőtlenítettük, majd fertőtlenített horoggal és damillal szépen összevartam. A végén beködöztem, a doki nevetett és megdicsért, hogy csak egy tetanuszt kell adnia. No. Gabesz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, hát akkor sokan műtöttek azért otthon az SMS-ek szerint. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Hisztis nő, szilveszter napján egy kanadai nő utazott, vagy hát legalábbis utazni szeretett volna, de nem jött össze neki, mivel lekéste a kompot, és óriási hiszti csapott, ennek egy része lement már a zene alatt, apróbb kis gombnyomogatások közepette, annyi gomb van ezen a pulton, a fene vigyel. És arról beszélgetünk majd, hogy milyen kellemetlen, amikor az ember párja úgy hisztizik, hogy hát már... Az ember nem tudja leállítani, legyen szó férfiről, nőről, egy idő után tud kellemetlen lenni. Amikor úgy rendez jelenetet a te párod, hogy már te is éksz, nem, és már neked se jó, színházba vagy, reptéren vagy, villamoson vagy, csitítanád, leültetnéd, próbálnád meggyőzni. És mert minden olaj a tűzre, bármit mondasz neki, megpróbálod nyugtatni. Tehát a csitítás az pont az ellenkezője. Igen, van egy ponton, már te is az ellensége leszel. Ugye? Jó, az ilyen típusú embernek egy adott ponton már te is az ellensége leszel. Jó, de ha nem csitítod, akkor megjön a... Na most miért hallgatsz? Igen, nincs jó út. Igen, ha csitítod, nem vagy vele, ha hallgatsz, akkor áruló vagy, és nem állsz ki mellette. Tehát igazából nincs jó út, és ezt szerintem elég sokan megtapasztalták, hogy... Hát, hogy ez mennyire kellemetlen tud lenni. Egy picit még belehallgatunk ebbe a... Mindenképpen, bár lehetett hallani, csak az Aerosmith nagyon bezavart. Az a baj, az Aerosmith egy kicsit zavart. Most gondold, ő a feleséged. Utaztok szilveszter napján, kandaiként, kompal, vagy legalábbis kompal szeretnétek menni. Álltok a jegypénztárnál, és azt mondják, hogy nincs jegy. Nincs jegy. Itt kell tölteni egy éjszakát. Feleséged még azt mondja, hogy akkor ezt kapjátok ki. Ez csak egy részlet egyébként. Valaki fölvette. Hallod a hisztit? Kezem. Ha így tetszik. Figyelj! Ez ki lehetett? Szerintem a videókészítő járkál körbe-körbe a beszálló pult előtt. Itt már toporzékol. Itt mondod neki, hogy kicsim ne olyan hangosan? Mit mondasz? Mondjuk ezért a hangért nem mennék hozzá fel a férjük. Nagy műsornak kell lenni a hálóba, hogy...
mellette hát, maradj. Nem tudom. Lehet, hogy műsor közben szóval, is ja. Szóval nem tudom, hogy megérje a dolog, igen. Hogy bármikor elszakadt egy nem. Ilyen nő mellette, egy óriási műsor a hálószobában, mert szerintem, hát nem tudom, hogy kompenzál-e. Mert valószínű az egyébként, tehát tényleg a néni azért nagy műsor, de... Hát, ha nem kapod el rendesen, véged van, azt tudod, ez a típus. Ha, persze, készen, úgy lesz leendezik. Vagy nagyon elkapod, vagy azonnal véged van, és azonnal kicsinál. És egy 10 emeletes panelban az elég kellemetlen. Igen. De hogy mit csinál ilyenkor? Először kik csinálják ezt? Nők vagy férfiak? Szerintem a nők hamarabb durrannak el, tehát hamarabb mennek bele a hisztibe. Ha férfi hisztizik, akkor az viszont nagyobb botrány. Mert egyrészt nem számítasz rá, hogy egy férfi jön ezzel, hogy ő fog hisztizni, másrészt meg az olyan fura látvány, nem? Egy habsítól, hogy ilyen fejhangon visít, toporzékol. Most persze nem csak azt kell, hogy a pasik visítanak, toporzékolnak, hanem a belekötnek az előttük állóba, morognak, jelenetet rendeznek. Hát ha így visít, toporzékol, az kellemetlen, ha ezt egy férfi csinálja. Tehát olyat én azért az ritkábban van. De vannak pasik is, akik beleállnak ebbe a konfliktusba, és úgy rendeznek jelenetet, hogy elkezdenek hőzöngedni, verekedni akarnak, miközben ott áll a gyerek, meg az anyuka. Én de nem egy ilyet láttam. Hát kellemetlenül viselkedik, amikor van egy adott szituáció. Az nem a konkrét hiszti. Ugye? Tehát, hogy az nem biztos, hogy konkrétan hisztinek lehet mondani. Ez mindenhol kellemetlen, nem? Nagy színház, étterem, hát minél többen van a kanál cikibb az egész. Igen. Te az ott nem a Balázs? Tudod, azzal a nővel, aki ott toporzékol, és sikít, és üvölt, és most képzeld a szituációt, hogy hál' Istennek a Viki nem ilyen. Nem. Én nem tudom, hogy az túlélném-e. Nem tudom. Viki se szokott. Viki határozott, de nem. Így hisztizni, toporzékolni nem szokott. Oda megy is üt egyből. Viki őrjöng, és az nagyon kiegyensúlyozott. Tehát, ő hoz egy szintet, azt nagyon jó. De nem lép át egy másik tartományba, ahol már reped az üveg, ő egy szintet hoz, de azt... Mert hát ő amúgy is azt szereti inkább, a visszafogott könyörtelenséget. Igen. Tehát, ő a csendes gyilkos. Tehát ő úgy mész arra, hogy mond 3 mondatot, és te már több sebből vérzel. Fekszel a kövön, és még bevisz egy mondatot, tudod is. Így és már nincs esélyed, mert már a torkod is. De te akkor már kint a kocsiban vársz, nem? Az utolsó mondatnál. Én hagyd, engedd el. Tudod, én nem csinálod. Nem ér annyit. Nem ér annyit. Volt már a földön rugdosod, már halott. Nem ér annyit. Volt egyszer, repültünk haza valahonnan, és ült előttünk egy srác. És... Na benne kicsit nyugos volt, álmos volt, fáradt volt, nem volt könnyű vele repülni egyébként. És én előre néztem a két ülés között, és láttam, hogy a srác SMS-ezik. És beleolvastam az SMS-ében, és olyan dolgokat olvastam, amit ennek 2 óráig nem mondtam el a Wikinek. Mert tudtam, hogy itt ő mögöttünk. Tudtam, hogyha elmondom, akkor vége van. Leszállunk a repülőről. Elmondom nekem, mikor várjuk a csomagokat, hogy egyébként volt egy srác, aki... Elkapta? Odállt mellé. Fölvette a telefonját, mint egy barátjával beszélgetne, és telefonon keresztül mondta el, hogy milyen volt az előttünk ülő. A srác már menekült, láttam zöld határ, piros, mindenhol próbáltam. Ment utána. Végig ment utána, kinyerte, hogy kicsinálta. Nem, én elolvasom az SMS-ét, és rájöttem, hogy nem ír szépet, de leginkább a gyerekről nem ír szépet. És akkor én finoman elkezdtem ezt, hogy Benikém egy kicsit halkabban, mert a bácsi nem biztos, hogy tolerálja, hogy te ilyen vagy, meg nem mindenki szereti a gyerekeket, meg értsük meg, hogy vannak gyerek és embergyűlölő emberek. Tehát én de ilyen finoman, de nem mondtam el a Vikinek, mert tudtam, hogy az 2 órás szörnyűség jönne erre az emberre. A leszállásnál ezt elmondtam, hát utána még tudod, hogy hibászál, ugye? Anyatigrisként vetette, egészen a Ferihegy 2-t, gyorsforgalmi úti intézte. Jó, de azt az egy picit az ízekedvér, már úgy voltál vele, hogy azért csak megnézed, hogy mi lesz belőle. Hát unatkozott, fáradt, dobjuk meg a bulit. A repülő az túlzárt. Ott túl, az bezárt nagyon. Sok kockázat, de a végén, ezért kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőle. Igen, csak mondom, na. Kapd el. Csináld meg. Rózsa Bimbo. Nálatok inkább ki a hangadó? Tehát nálad béka olyan, hogy tud jelenetet rendezni úgy, hogy már te csitítod, és mondod neki, hogy ezt már ülj vissza, nem kéne. Az én ne csinálj, nem ér annyit. Az én gazdám nagyon határozott, amit szoktam volt mondani. Az én gazdám. Ezzel mindent el is árultam, de ő nem alkalmaz ilyeneket. Ő hasonló egyébként, mint Victoria. Tehát ott is komolyan odaállás van. Kino verbális gyilkolás, mi? Persze. Ilyet nem szokott csinálni, ilyen hisztit, csak otthon. Bocs. Amikor nem jó táskával állítasz haza. Igen, rossz a táska. Ezt megúsztam, de régen volt olyan csajom, aki hasonlókat tudott csinálni, és egyetlen egy menekülési útvonalad van ott hagyni, bármilyen ciki, bármilyen helyzetben. Volt, hogy én étteremben hagytam ott. És mondtam a srácoknak, a pincéreknek, hogy majd visszajövök kifizetni a számlát.
Mondtad, hogy most inkább mennél? Igen, én mondtam, hogy én ne haragudjatok, ez az egyetlen kezelési mód. Ha ti tudtok jobbat, csináljátok, én itt hagyom, és majd egy óra múlva visszajövök kifizetni a számlát. De mit csinál? Nem tudsz mit csinálni. Mert tényleg az van, ha azt mondod, figyelj, kicsim, itt ülnek még 50-en. Ne csináld. Kérlek, ne csináld. Nem irányít az ne, igen. Ezt mintha így az étolajos flakont így megfogod, és az égőt így... Ne csitíts! Már én megmondhatom, amit akarok. Ilyen beszari vagy! Jó, mondjad, szia, majd jövök. Igen, mikor ilyen feleséged lenne, még meg is rángatod, nem? Tehát, hogy ez... Tehát aha, ne, ez sok, tehát ez egy... nagyon sok, ez nagyon sok, ez nagyon sok, hát ez már tényleg halál sok kellemetlen. De nálad Moni is be tud indulni, nem? Nem, nálunk tehát az nálatok van... inkább úgy vannak az erőviszonyok, hogy ő tetszíti ott, és ha kell, akkor ő lép nagyot, nem? De ne, az a baj, hogy ő ijesztő. Tehát, hogy ő neki nem van egy olyan tulajdonsága, de én ezt nagyon tisztelem benne, meg valahol szeretem is egyébként, mert bennem nincsen meg ez a fajta ilyen fellépés, mint ami benne megvan. Tehát, hogyha ő érzi, hogy valami lekezelés van, vagy arrébsöprés, vagy valami méltatlanság, akkor így látom rajta, hogy így fogja a pultnak a szélét, amiből 10 másodperc már víz fakad, tudod, elfejérednek így az új bütyke, és akkor ez a titánium ötvözetté válik az arca, és mert van valami probléma. És te egy kocsi titos, vagy mi van? Nem, az a baj, te menekülsz, ott hagyod. Nem, tudod, de az a baj, hogy ilyenkor nem tudod, tehát hogy ráfogok a mondjuk az alkarjára, megfogom a csuklóját, és így nem tudom elmozdítani. Tehát, hogy tudod, egy ilyen izébé válik egy ilyen, hogy hívják el, egy márvány szoborra. Igen, már magnéziumot teszel a szájába egy kis izomlazítónak. És félek tőle, tudod, hogy útjára indítja a rettenetes balt, vagy a rettenetes jobbot. Hogyha nem állsz ki, akkor te is puha vagy? Tehát van az a pont, amikor akkor már... Feléd fordul, és azt mondja, Nem. Tehát nincs az ellened fordulás pillanat, amikor már nem vagy elég kemény. Ő nem közveszélyes ebből a szempontból, de hogy az a baj, hogy neki volt az életének egy pontosan egy ilyen szakasz, amikor egy ilyen, tehát hogy bármikor, bárkivel, és így leállt így brusztolni, tudod, szórakozó helyeken, tehát ez egy férfiakkal verekedni, én azt gondolom, hogy nem... nem elegáns. hogy nem olyan nőies dolog, de hogy... Neki rohant férfi. Hát ő nagyon rock'n'roll arc volt annak idején. Tényleg? Az menő? Az menő. És főleg, hogyha nagyon sokat jártak szórakozni a húgával együtt, és hogyha mondjuk a húgát valamilyen atrocitás érte, akkor simán. Bárkit hátborgol. Tényleg? Persze, ő nagyon kemény az, azért nagyon az erős. Hát látni ugye, a csajodat, férfiakat verni, az kemény. Meg ugye azért egykori dobóatlétaként, diszkoszvető volt, hát azért van egy húzás a karjának. És még mindig. Azért tudod, és van úgy, hogy mentek valahova, és csak így rondán néznek rá, és akkor az Móni. Igen. Csináld ki. Móni. Ő. De most már fegyelmezi magát, tehát hogy ő is érzi, hogy nem teheti meg, tehát hogy azért volt az időszak, azt már lezárta, hála jó Isten! Egy picit azért azt gondolom, hogy nekem is volt benne szerepem. Most már csak verbális anyagokon. De látom rajta, tudod, amikor ilyen, hogy hívják el, válik ilyen acélossá válik a tekintet, tudod. És elborul az agy, igen. És egyébként tényleg nem tudsz. Tényleg és akkor, nem tudsz, ha csinálni. Ki tudnék nézni a fejéből, akkor valószínűleg azt látnám, hogy itt futnak le ilyen adatok itt baloldalt, balra, jobbra, tudod, de hogy fókuszálnak a különböző a célpontokra a kis karikák, és akkor ki a veszélyesebb, ki a nem, kit kell elsőnek, igen. Igen. Megvan. Igen. Mindenki feje fölött egy kis keresztjel, tudod, és megjelöl, igen. Fiú, igen. Ma karapén alzatok így. Potenciális veszélyforrások száma. Csak őszinték vagyunk. Igen, őszinték, hogy mi általában a nők ilyenek, tehát azért bennük van sokszor inkább a nagyobb lendület, ha akcióról vagy hisztiről van szó. Őszintén ez tök imponáló. Tehát, hogy én nekem legalábbis ez nagyon bejön. Tehát én mindig szerettem az ilyen kemény, belevaló, tényleg magukért, meg a szeretteikért kiálló, kőkemény csajokat. A hátba rúgott férfiak esete nekem azt tetszik kifejezetten, de az nagyon jó, hogy ilyen sókosuk is rúgással, így függőleg, és vízszintesben repül a Móni a diszkóba, hogy hátba rúgjon egy férfi. Nem voltak azok olyan kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Inkább hatékonyak voltak, mint kifinomultak. Azért az nagyon kemény. Az én csajom alaphangon ilyen. Így beszél, amikor kedveskedik, ezt Laci küldte nekünk. Az én volt barátnőm úgy hangoskodott, kiabált, meg csak egy olyan témája volt, mint a VÁB utastájékoztató rendszert el is hagy. Tam jobb is témából Jézus, értem ezt. Csak amíg ez kibogozol, Lacihoz egy kérdés, aki azt írta, hogy az ő csaja alaphangon ilyen, így beszél, mikor kedveskedik, hogy de mit tud még? Ugye? Ami hogy miatt. Igen. De nem bántóan kérdezem a dolgot, csak ezt hallgatni, amikor vele vagy. Igen. Volt egy párom, rendszeresen hazaküldte a barátainkat, ha vesztett pókerben. Most menjetek innen! Takarodjatok, igen.
Kislányom hisztizett egy áruházban, az eladónő próbálta csitítani, picit más, most nyilván nem a gyerekekről beszélünk. Ne sírjál, hát olyan csúnya vagy. Majd amikor leesett neki, mit mondott, így folytatta. Már amikor sírsz, mert egyébként gyönyörű vagy. Írt egy hallgató. Igen. Én hiszizek, egyébként nagyon utálom, amikor teljesen elborul az agyam, nem tudok gondolkodni, utána szégyellem magam. Ezt Ivett küldte nekünk. Hát igen, az én feleségem nem hisztis, csak igen nagy igazságérzete mellé nyers stílus párosult. Így nemes egyszerűséggel, ha nem tetszik neki valami, mindenkit elküld a... Aha. És mielőtt reagálni tudnának rá, ott hagyja őket. Persze én ezt ilyenkor már tisztes távolból nézem. Ha látom, hogy a bal lábával kitámaszt, akkor jön a tornádó. Aha, látom, már van az előjeleit, tudja. Ott fölállsz, eljössz. És azonnal eljössz. Ez a legjobb, amikor ismered tényleg a feleségedet, vagy kedvesedet, szerevedet, és akkor így te már tudod, hogy, és így legszívesen mondanád neki, hogy ne, nem tudják, mit kockáztatnak. Ne. Na igen. Hisztidűk, egy emlékkoncerten voltunk a párommal, aránylag elsősorban megjelentek a tini lányok hatalmas bohóc kalapban, semmit sem lehetett látni tőlük. Párom lekapta az egyikről a kalapot, ledobta a földre, és toporzékolt rajta egy kicsit. Nagyon jó, férfi. Deni írta, valószínűleg pasi az, aki csinálték. Üvöltve közölte velük, hogy nem illik ilyet csinálni, mert más nem lát tőlük. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek. Színházban a kajáért hisztiző, majd duzzogva lelépő férfi párom botrány volt. A nők többször, de férfiak intenzívebben nyomják, írja Zsófi. Hogy álltok a színházban, a szünetben, és ott van egy kis büfé, és nem jut sorra? Aha. És elkezd hisztizni, és elvonul? Kellemetlen. Rövid volt a szünet. Az exemmel én csak a Dunaparton mertem szaktenni az emberektől távol, mert olyan durván tudott hisztizni. Az ilyen meg akarsz beszélni egy családi problémát, akkor el kell vinned valahol. Hogy nyugi van. De miért jött ki megint ide a gémes kútól? Ortobány! Azért az is milyen kemény lehet. Az énekszem gyenge 2 milliós kárt csinált a lakásban hiszti közben. Na olyan nekem még nem volt. Azért ez a török zúzok az nincs meg. Nem volt tányérosod? Nem. Tányérosom ilyen nem. Ilyen még nekem sem. 2 millió érték a házban. Hát de jó, nem most 2 millió. Most igen. Nálatok az fel kéne gyújtani házat. Hallott, az egész utcát kéne felperzselni. Nem, nálad volt törőzúzós? Szintén régi kapcsolat. Tényleg? Együttélős kapcsolat. Abban és ott azért úgy van tűz? Abban van, volt is, egyéb helyeken is, tehát hogy nem volt azzal semmi baj, csak az volt a vita lezárója, amikor már ezen túlestünk, ezen a fajta, ennyire nem sikítozott, de nagyon, és az volt a végső érv. Konyhaszekrény, kicsap, volt, hogy ajtó leszakadt, kivesz, de nem egyet, az egy az amatőr. És abból tudtad, hogy mekkora a baj, hogy amikor 5-öt kivet, 5 tányért, hogy az egészet egybe, vagy egyesével. És elkezdte egyesével. Atya, hogyha több adó volt a kezében, ha több adó volt, mi sem bírtuk sokáig. Elfogyott az étkészlet. Igen, már mogásból ettetek. Rohadtul utáltál dobozból enni. Hogyha több adó volt a kezében, akkor egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér, egy adó, egy tányér. Ha csak egy nagy adó, akkor az egészet egyszerre. És utána elnézést kért és összetakarított, vagy te mentél? Nem, akkor dúzogás volt, de én nem takarítottam fel, hát nem én törtem el. Tehát összetakarította utána, az nagyon kemény. Az én párom építész, egy érthetetlen ügyfél addig húzta az agyát, amíg hozzávágta a monitort. A mobiát 3 havonta cseréli, mert hetente földhöz vágja mérgében, üdv Zoli, ami azt jelenti, hogy a csaj vágta hozzá az ügyfeléhez a monitort. Azért az is nagyon kemény. Na volt pasi, ma vásárolni voltunk, és nem ment rá az emmest a nadrág, mondom, hozok egyel nagyobbat, erre felborította a kis ülőkét a próba fülkében, és csapkodta a függönyt, és üvöltözte, hogy az nem lehet, hogy mi egy méretet hordunk. Ott hagytam 10 perc, SMS, gyere vissza, és tegyünk úgy, mintha neked vennénk. Kaptuk SMS-ben. A Tesco-ban vásárolt, amikor apám egyszer csak ott termett, kitépte fülemből a fülhallgatót, és üvöltött, hogy miért kell rádiót hallgatni, hogy gondolom. Így nem hallom, hogy ő megszólít. Megjegyzem, 38 éves vagyok. Ezt Ildi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most már értem, miért csak sütizik a Jani. Ez mire vonatkozik? Vagy micsoda, hogy miért csak sütizik, ezt nem tudom, hogy ez mire vonatkozik. Igen. Jó, mondjuk náluk azért a családban volt egy-kettő ilyen, de nem... Hozott anyagból dolgozik? Persze, nem akarom, hogy hívják, nem akarom nagyon kibeszélni a nővéremet, de azért volt már olyan az ő életében is, hogy megindult a kezéből egy családtag felé egy ilyen fél kilós, hogy hívják, patikai krémes tégely. Ismeritek ezt az üvegtégelyt? Nem, só volt benne, akkor sót tartottunk benne, és maga az üvegtége is körülbelül egy ilyen fél kilós darab lehetett. Hát is egy ilyen kis családi váltás keretein belül elindult. Repült a körömvirág? Igen, és arcán landolt. Az arcán? Aha, a nem te... az ő, nem, ő igen, küldte de már jól van. Ő küldte el a nővére. Pasira? Aha, és kezelte is vele a problémát. Azért ott van tűz.
Ott van tűz. Fölkapni egy ilyen fél kilós háztartási krémet és hozzávágni valakihez, ott van tűz. Tisztelem, becsülöm, imádom, szolgálom őket. Ilyenkor te hátradősz, megnézed rá a műsort. Hát ezekben a nőkben van valami, nem? Azért az. lehet úgy szeretni. Ők azért... Nem picit komolyra fordítva a szót, ők azért tényleg nem áldozattípusok. Az ilyen típusú nők azért nem hagyják azt, hogy bármilyen kapcsolaton belül is alárendelt szerepet játszanak, vagy hogy az ügyengeségükkel visszaéljenek. És azért sajnos van sok negatív példa is arra, hogy nagyon sokan visszaélnek a nőknek a sebezhetősége. Na most azok a típusok, akikről mi beszélünk, és hála Istennek mondjuk a párjaik is élnek, ők nem. Ők Brünnhildák. Az én párom szilveszterkor kiment és lelocsolta vízzel a tűzi játékot, aztán toporzékolt rajta. Nem tudtak aludni. Nem tudtak aludni a gyerekek, igen. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Igen. Barátnőm hiszített, hogy kérjem meg a kezét, most azért, hogy vegyem el. Ha ilyen lesz a házasság, nem kell. Pisti, nagyon gondold meg. Igen, igen. Ha már ezt így kell kikényszeríteni hisztivel az eljegyzést. Még van lehetőség. Igen, még van lehetőség. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Nyári munkám voltam, én nem ilyen termelési gyakorlat, meg ilyenekre nem nagyon jártam. Eddig jó volt, az már csak azért is jó volt, mert nem kell suliba járni. Ja, meg egy kis pénzt keresett fel az ember. Nektek fizettek? Aha. A burzsúj. Tényleg? Uh-huh. Igen, az volt az életemnek a burzsúj időszaka. Akkor már nagy lábon éltél. Akkor nagyon menők volt, de tényleg. De nekünk miért nem adtak teljesítménymérő. Vagy annyira rosszak voltunk lehet. Nem, azt nekünk adták oda. Mert látunk, hogy látták, hogy a ruházatunk alapján, hogy nekünk nagyobb szükségünk van. Nekünk az, akkor már jó ment vidéken. De ez mi? Ez a közép? Tehát ez amikor a középsuli? Már általános iskolában, felsős, mi 7.-8. már jártunk. 7.-8. azt hiszem előtte nem, de 7.-esként már kivezényeltek bennünket a falu határába, ott volt egy ilyen paprika feldolgozó nagy üzem, és akkor csumázni kellett. De fogtad a paprikát, kiskést kapott mindenki, egy ilyen 2 centis éle volt körülbelül, kivágtad a ezért, kivetted, és akkor... Első nap kesztyű nélkül, ez gyerekmunka, második nap sírva, harmadik nap kesztyűvel. Okosodtál, okosodtál. És ezt engedték, hogy a gyerekeket így dolgoztassák. Miért nem engedte? Akkor ki ne engedte volna. Hát azért ez a 80-as évek eleje. A legtöbb gyereknek akkor már feléknek 2-3 kölke volt. Ért. Hát túl voltunk már mindenet. Persze, hallod, ezek már. Már csak a munka hiányzott. Ezek korán élő típusok voltak. Én csináltam ilyen munkákat, de ilyet nem. Szórólapoztam, meg adatrögzítést csináltam, számítógépen. De az nem iskolán keresztül ment. Nem, az soha. Az mindig nyári munka volt, így a gimis éveim alatt. Gimi. Igen, de hogy nem, tehát ilyen földeken nyilván nem, de hát ott nem is kellett. Aha. Városi vagyok. Jó, de az más, azt te választottad, hogy elmentél egy kisebb pénzt keresni, de ez nekünk nem volt nagyon választható, tehát ment ki az egész osztály. Ha jó, ugye? Nem volt olyan, hogy megyek, nem megyek. Nálunk volt. Igen? Nálunk lehetett választani. És mit csinált az, aki nem ment? Az maradt a suliban? Fogalmam sincs, mert én mindig mentem. Te ilyen stréber voltál? Aha, nem. De szerettem a zsugát, a pénzt, a lóvét, a dellát. Otthonról nem kapott valahogy meg kell. De egy tisztességesen fizettek egyébként. Kiskumajsra jártunk le amúgy. Életem első gyöngyöző üzleti vállalkozásában 5 éves koromban kezdtem, hogy unokaöcsémmel kitaláltuk ősszel, hogy papírlapra A4-es félfamentes, ha emlékszünk még rá, félfamentesre gyönyörű őszi leveleket fogunk ragasztani, és kiállunk az ABC elé. Hmm. Hát el tudod képzelni, mennyit vettek belőle. Így nézték, hogy figyelj már, nem a Marikáéknak a gyereke, szóljunk már az anyjának, hogy hülye gyerek, ne égesse már itt. Azért. Nekünk szent meggyőződésünk volt, hogy föl kis lapocskára gyönyörű őszi színes leveleket föl, és így álltunk ott, hogy hogy ezt meg valaki most nagyon megveszi. Hát és se egy darabot nem de ilyen most el. Is van, most láttam pont Balcsi, hogy kisgyerekek palacsintát sütnek, és akkor ilyen kis a nyaraló mellett ott lent a sétányon, ahol ugye 30-e lehet csak autóval menni, kirakják a kis kempingasztát, és akkor árulják palacsinta, nem tudom milyen jó rajzok. Napot kívánok, kölyár. Jó napot. Limonádé. Kölyár! Csak árért vettünk tőlük, tudod, mindegy, milyen íze van, vettünk, mit tudom, 2 kakaós palacsintát, de kaptak mondom, x 100 forintot, és nagyon boldogok voltak. Hát, és látom, hogy műanyag poharat abba gyűjti
a kis pénzt, és kérdeztük, hogy ez kinek, vagy hogy is mondták, hogy ez zseppénz. Tehát ők ezt megsütötték, és kiálltak oda árulni. Nem azért veszed, mert finom, azért veszed, mert hadd örüljenek. És gyereknek könnyebben adsz. Hát ezt meséltem az effort alatt. 200-at, adtunk nekik 400-at, közben kivettem én a műanyagpórukból, amit barátom elterelte a figyelmüket. Igazi rendes vagy. Na itt van, figyelj, tudod, mit 250-et ad. Mennyit hoztál 600. Jó, na ügyes. Úgyhogy helyesek voltak, nem vettünk tőlük. Mondjad, mit kezdjelem? Ja semmi, hogy az effort alatt az én két gyerekem is a gumikarkötő árulást, azt meséltem nektek, hogy vannak ezek a kis gumiból összefonható karkötők, gyerekek imádják csinálni, kiültek vele, azt hiszem 2004-ig jutottak. Hát azért az 2400 forint. Azt már megtanítottad nekik, hogy lehet helyez a csikóból lábtörlőt fogni, és nem, mert azzal már piacozni is lehet. Azt már nagyon régóta tudják. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Fiúk, múlt héten megnéztük a Mission Impossible 5-öt, jó volt nagyon, de hiányzott Rékasi Karcsi hangja. Jaja. Azt még nekünk az még kimaradt egyelőre maga a film, nem láttuk, vagy sokat arról nem tudunk mondani. Hogy van, tudtok róla valamit, jobbulást kívánunk? Jól van, pont most láttam valamelyik bulvár újságban, hogy már a gyerekével moziban volt. Lehet, hogy pont a Mission Impossible 5-öt nézték meg. Bicek gyógyul és alakul. Hát Karcsi elszántságát ismerve nem sokára, szerintem. Dolgozik ugyanúgy. Dolgozni fog, igen. Azt mondja, hogy 18 órája lett vége egy 2,5 éves kapcsolatomnak, de tudom, hogy legalább 4 órára is felvidítotok. Egy férfi hallgatotok, Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát kitartás. M3-os 262-es kilométernél Vásáros Namény felé drága fotó készült Torini. Küldte nekünk, Hegyesalomnál nincs sor, de Bécsig annál több dugó a javítások miatt. Aztán az egyes úton Almás Fűzítőnél 10 percet tilos a vasúti jelző vonat, persze sehol. A K anyját. Mindenkinek, aki erről tehet. M5-ös autópálya Szeged irányába őz a pályán. Teljes Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. És néhány hallgatói reagálás a Fekete Fél igen nem játékosra. Hát nem szerettétek nagyon őt. Talán egy kicsit túlarcoskodtam, tehát ilyen is kell. Vettem reggel hazai tej elnevezési tejet, és csak 900 ml van a dobozban. Rá van írva persze, de attól még dögöljenek meg. Hát, ki veszi észre, amikor vásárol, hogy a literes dobozok között a boltban van egy 9 decis. Autokiller a kapuszerelő. Írta nekünk. Igen, mert valószínűleg a dobozt azt ugyanakkor ára csinálják, nem látod, és a sorba mész az literes tejek között. Hát a franc se nézi, hogy arra rá van írva, hogy 1 liter vagy 900 ml. Nem? Mert jó, Jani, te jó, direkt jó, de nem mondom, vagyok. Hogy én nézem, igen, mert persze, jó. De hát én a literenkénti árat is megnézem. Éreztem, sőt, hogyha van ilyen 10 literes kiszerelés, akkor azt is át tudod számolni, de az átlag felhasználó, az átlag vásárló, az mit néz? Be rutinból vásárolsz. Ott a literes tejek, egyet leveszel, és akkor viszont tényleg kicseszés. Ezért kell márka hűnek lenni. Itt az ár lenne az érdekes, hogy ugyanannyiért adják-e, mint ugye a litereset? Nem, olcsóban, pont azért veszed le. De nem veszed észre, hogy kevesebbet is kapsz. De nem veszed észre, hogy kevesebbet, és valószínűleg annyival nem kevesebb, tehát nem pont egy decivel kevesebb, tehát 10%-kal, hanem egy kicsit kevesebb, tehát az literes tejek között így nézed, hogy az a legolcsóbb tej, leveszed, igen ám, de ez csak 9 deci, és annyival viszont valószínűleg nem olcsó. Hát nem igen. Tudom pontos árat, de... Ezért érdemes megnézni a literenkénti árat, ott van alatt a szépen kis betűvel, vagy kisebb betűvel, hogy mennyibe kerül abból a termékből egy liter, minden rajta van. Érted, nem kell hibázni, oda kell figyelni. El kell olvasni, össze kell vetni. Bocsa, megöltem vele a bulit, de hát... Sokan csinálják azért ezt, igen. Figyelj, hogyha hogy én például... Joghurtoknál nem tudom, hogy csalnak a mennyiséggel, és 75 milliárd, már csak 50 van benne, az ára olcsóbb, de kevesebb is. Igen, de ez a csalás is olyan, hogy rajta van. Tehát, hogy rajta van a dobozon. Érted? Amikor én vásárolok, mint tudom, megkívánom mozzarellát, és akkor azt akarok venni, akkor megnézem, hogy mi van, mi belőle a kínálat, és hogyha különböző kiszerelésben van, akkor mindig megnézem azt, hogy mennyibe kerül belőle egy kiló, tehát mennyi a kilónkénti ára. Jó, és abból véglet vagy, szóval neked abból három kiderül, pár, hogy melyiket éri megvenni. Neked három pár kínai fekete zokni darab, 200 forint, egy másfél órás döntési helyzet. Tehát, hogy azért te zokni és zokni között, ami három pár 250, három pár 275, az neked egy olyan 3-4 óra, leteszem, visszaveszem, visszamegyek, nem? Tehát, hogy azért szálvastagságot megnézni. Átszámolod, 20 forint, visszateszed még a pénztártól, visszafordulsz, inkább a drágább, mert az egy méreten nagy. Jobb, tehát azért egy véglet vagy. Tehát, hogy veled elmenni vásárolni, azért neked két dobozos tejföl, tényleg bruttó másfél órát eldöntött, hogy melyiket vedd meg. És aztán otthon jössz rá, hogy rosszul döntöttél. Mert valamit találsz a tejfölben. Tehát azért ilyen akkurátusan kevesen vásárolnak. Hát figyelj, nem tudom, ilyen nagy bevásárlás, 4-4,5 óra. A végrendeletemben is az lesz majd, hogyha választani kell majd a gyerekeimnek, vagy a gyerekemnek a közt, hogy mondjuk szóróparcellába rak, vagy hamvasszanak, vagy temessenek, vagy mit. Nézze meg az árérték arányt.
Mivel jár jobban? Megfogja, ne aggódj, megfogja. Anya, vagy apja, lány. Apa, neked már úgy is mindegy, jöjjön az olcsóbb. De most bevezették például ezt a 4 decis sört. Ezt láttam Balcsán. Aha. De ez ki 4 decis kiszerelés? 4 decis kiszereléssel, így van. 4 decis kiszereléssel. Dobozos? Én üvegesben láttam, de dobozosba is. Aha. Dobozosba az külföldön már nagyon régóta megy. De azt mit tettet, olcsóbb, de kevesebb? Viszont azt látod, hogy olcsóbb, és leveszed, viszont nem biztos, hogy megfigyeled a mennyiséget. Így van. Na de jó az egy brandnek, ha otthon azzal szembesül, hogy XY brand, én káromkodom, anyád, ez csak 4 deci, ránézek és megjegyzem a brandet, hogy miért akar engem levenni, miért nem 5 deci? Hát jobb. Szerintem, hogyha már a márkahűséget kialakította a cég, hogy ilyen nagy szavakat használjunk, akkor káromkodsz egyet, de szereted a sört, jövő héten is azt fogod megvenni. Na de azt érzed, hogy levettek 1 deci. Ne, igen, kicsit átvertek, viszont pénzben kevesebbet fizettél. Aha. Tehát ez az olcsóbbá teszem, de nem figyelem közben a mennyiséget, hogy igen, mennyi. Hát ez a tejfölnél, a joghurtnál, hát ez egy bevett marketing fogás, hogy nézd, ez csak 175. Persze, de nézd meg a gramm mennyiséget is, meddig volt 175 grammos tejfölöd. Az olcsóbbá veszed, viszont csak tudom, 110 grammot veszel. Igen. És nem veszed észre, tehát azért ez szerintem nem átverés, mert nem, mindig minden rajta bánjunk van. Bánjunk finoman a szavakkal, mert ez nem átverés. Ez nem átverés, de trükközésnek azért mondható. Annak nem, igen. Szóval azért ez egy ilyen finom, nem tudom, ilyen vásárlói kis eladói trükk, hogy azért persze rajta van, de nem mindig nézem. Nem megtévesztés. Nem tévesztés. Ja nem, hát azért nem átverés, nem megtévesztés. Oké, de amikor azt látod, hogy új csomagolásban, még jobb csomagolásban, igen? Akkor érdemes ugye megnézni, mert valószínűleg ott van valami. A dolog mögött. Valami okosság. Ezért meg ki a franc benne. Nézi végig ezt, hogy mennyi pénz volt, múltkor még ennyit fizettem, most olcsóbb lett, de kisebb lett. Meg azt sem nézed meg, hogy van egy branded, van egy márkád, van egy tejfölöd. Mindig ugyanannyi az ára. Lejjebb megy, de nem nézed meg mindig, hogy az, amit 5 éve veszel, az a tejföl, annak most ugyanúgy minden héten 175 grammja van-e benne, nem? Megnézed, nem már? Nem. Tehát, hogy tudod, ismered, abból veszel. És lehet egyébként, hogy te olcsóbban vagy ugyanazért az árért, már mit tudom, 30 grammal kevesebbet veszel. Azért azt nem mindenki nézi meg. Az árat igen. Te az ár és a gram összehasonlítását azért nem mindig végzed, de hogy ugyanannyi van-e benne tényleg. A joghurtodban, meg nem tudom miben. Nem? Mi biztos nem. Ha te, van egy kedvenc joghurtod, és mindig azt hiszed, minden egyes alkalommal, Jani, megnézed a dobozt? Nem. Nem. Ugye? Nem, azért annyira nem vagyok én sem joghurt. Ma most egy picit csalódtam. Hát, de másodszorra már igen. Ott, ahol kiszúrom, amikor kimosom a dobozt. Mi? Te, múltkor még több víz kellett hozzá. Van olyan tej, amire ráírják, írja egy hallgató, hogy plusz-minusz 1 deci eltérés lehet. Na, ilyet én még életemben nem láttam. Az mondjuk nagy vonalú. 1 deci. Igen, elvileg 1 liter írja a teljes doboz, tudod, elvileg 1 liter plusz-minusz 1 deci. Azt, na most erről egy izért. Azért ezt meglepődnék, hogy ilyen tejet valaki lát, plusz-minusz 1 deci, és hogy nem mindig kicsit kevesebb írja egy hallgató. Tehát, hogy azért 1 liter olyan nincsen. Nem, hát azokat az egy gép tolja bele, tehát azért nem a Marika néni töltő. Nyomokban mókust is tartalmazhat. Én aranyom kicsit a szita eresztett, ezért nem 1 liter van, mert nem ittam, csak 9 deci, tehát ez hogy? Ilyen biztos, hogy nincs. Na mindegy, én most láttam például, hol is, nem tudom, szárszom, vagy lelém, kicsi kis ajándékok, mit tudom én, búra, benne a kislány, aki korcsolyázik. Jaj, de szép. Havasgöm, meg nem, tehát tényleg megállt az idő a Balatonon. Nagyon jó. 3 centis pici Hitler figura. Kicsoda. Ekkora 3 centis pici Hitler figura, csak elfelejtett, megígértem, hogy visszamegyek és hozok. 3 centis pici Hitler figura, áll így egy talpon, nem hűtőmágnes semmi, tartja fölfele a kezét, kis Hitler bajusszal úgy, ahogy van, és árulják a soron hűtőmágnes, gömböcske, gumilabdam, Hitler figura. Nem már. Ilyen picibe, ekkorában, 3 centis. És a Balatonban áll legalább? Ott van a Balatonparton, Lellén is láttam, és Szárszón is láttam. De olyan a kis szobor, hogy mondjuk a Balatonban áll benne, vagy rá van így, hogy emlék Lellénről? Semmi nem, áldogál, pici Hitler figura így áll. És karlendítéssel. És karlendítéssel áll a kis Hitler figura. Nem hittem a szememnek, csak valami rohantunk, vagy mentünk valahol a srácokon, hogy jó, ezt most nem, de ezért vissza kell jönni. Sansztalan volt, hogy visszamegy, nyilván már 1000 dolgunk lett a következő pillanatban. De csodálkoztam, hogy ezt vajon kinek? Hát, sok boldogságot. A Balatonról. Vagy, tehát a főnöködnek, az ellenségednek. Tehát egyáltalán hogy engedik? Hát ez az, hogy valaki nem hát tudom. Hát egy kétsúlyos probléma van. Egy az, hogy árulhatják, kettő az, aki árulja. Hát, igen, aki árulja, hát igen, nem, az, is, az is fura. Hogy de erre nem lehet azt mondani, hogy ízlés dolga. Tehát, hogy és ott álltak. Hát most, ha valaki ilyet árul, küldjön róla nekünk egy fotót a morningshow.hu-ról. Lellén mondom. Lellén és Szárszón is láttuk. Kis Hitler. Ott áll. 3 centi. Nagyon pici. Ilyen picike, egy sorot. Figyelj, nem hittem a szememnek. Milyen cuccban van? Ilyen rendes katonai cuccban áldogál, emeli a jobb kezét, és pici bajusz haja. Önkívül elmélyek, ilyenképp nincsen rajta.
Nincs. Hát az tiltott, azt nem. Tehát nem tudom, maga az ihelylezés például, az nem önkényúrami jelkép, azt csinálhatod, ha se csinálod a karlendítést. A rómaiak is karlendítéssel köszöntötték egymást, tehát az Ave Cézárnál is ugyanúgy megvolt a karlendítés, onnan is vették át tulajdonképpen. Hát onnan vették, igen. Illetve hát ők nem onnan, hanem ők az olaszoktól vették át. Mik Mussolini az olaszok, vették így át, van, az olaszok meg nyilván a történelmi gyökerek miatt. Persze. Úgy azért az is egy érdekes dolog. És akkor mi lesz jövőre, mondjuk Sztálin figura van, vagy nagy diktátorok sorozat? Mi lesz ez? Nem, ezt szálas ütöm ismerik fel. Igen. Jártunk a Balatonon, gondoltam rád. Sok szeretettel. És átadod. Tehát ki az asztalodra is mindig jussak. Nagyon jó. És azért lepődtem meg, mert a Balaton tényleg nagyon retro. Tessék, tehát, nagymama, neked egy kis Hitler, neked nagypapa egy kis Szálasi, mami, neked hoztam egy kis Maót, neked pedig itt van egy kis Frankó. Nem érted. És pont te a Balatonon, ahol aztán a legnagyobb retro dolgokat veszed meg. De jó, a hűtőmágnes jó, a félgömbű jó, még ha korcsolyázó lány is van benne, akkor is jó nyáron. Tehát egy csomó olyan van, ezt miért kellett csinálni? Aha. És a legközelebb majd olyan lesz, hogy üvegbúra és alatt a kis Nagasaki megrázod, és akkor radioaktív hamu. Igen. És úgy volt, mondom a soron, még emlékszem tényleg, hogy a legklasszikusabb, hogy kis vasmacska hőmérővel, tudod, kis balatoni hajó, kis hűtőmágnes, minden, és egy 30 darab Hitler figura. És így megakadt rajta, aztán viszont, hogy Jézus Atya Úristen, ezt így hogy? Ez. Ha egy szlogram kellene, hogy legyen az életről meg. De nem veszed meg, mert nincs kedved ezzel viccelni. Mindig van lejjebb. Igen, nem veszed meg, hogy a három itt lefigurál, tehát nincs kedved ezzel humorizálni. De biztos, hogy megveszik, hiszen hát valaki megveszi. Akkor nem tenné ki. Igen. Érted? Tehát, hogy igény van rá, akkor kiteszed és megveszik. De hogy mit mondasz otthon, hogy akkor ez a Balcsiról? Na. Nem Chaplin volt, kérdezi valaki, nem, higgyétek el. A diktátorból. Higgyétek el, higgyétek el. Nem beszéltél az árussal, hogy viszik-e, mennyit adott el? Olyan kíváncsi lennék rá. Nem, hogy egyáltalán van-e igény rá, vagy mit én bevásárolt? Tessék, mutatom nektek, tessék. Egyik barátom, aki ott volt, ő aztán vissza meg lefotózni. Rendesen, a iszi csizma. Köszi, Atti. Megjött, aki ott van, ő az. Na? Na most dolgozt föl. Hát figyelj, csak mondom, hogy a karszalag egyébként ott van a karján. Ugye, hogy kemény? Igen. Balatonon? Kemény. Balatonon? Hogy? Ezért senkinek nem tűnik fel, hogy ezért ez nem annyira jó. Nagyon súlyos, nagyon súlyos. Egyébként történelmi nem hiteles, fekete egyenruha ma rajta. Jó, hát... Jó, most jó, ez jaj, a pop nem jaj. Érdekes, van egy új telefonnal ugrasz. Hát szerintem, nagyon nagy. Szerintem elég uh-huh. kemény. Mondom. És akkor talán nézegetik, és akkor biztos mondja Záros, kézifestés? Kézzel öntött ólomból. Kézzel öntött kézifestés. Úristen. Na, én látom, mert nekünk drága hallgató, ki milyen fura dolgot látott már külföldön. Jó, mi az, amit hoztatok, vettetek, elmentetek mellette, ott volt, megvettétek, hazahoztátok, nem nagyon volt rá magyarázat, nem kell ennyire szélsőséges dolgokat írni, mint tényleg, mint a kis Hitler figura Balaton lellén, vagy Balaton szemesen. De mégis, mit hoz az ember, mi volt az, amit ott látott, itt ilyen nincsen, hoztátok, megvettétek, és mert állítólag egyébként értelmetlen dolgokat vesznek az emberek sokszor a nyaraláson. Erről már cikket is készítettek, hogy hány képet kattintunk, körülbelül egyébként 210 képet készítenek a magyarok, körülbelül nyaralás alatt, igen, nem tudom, hogy mérték, 30 fotót jelent ez mondjuk naponta, és közben pedig értelmetlenebbnél értelmetlenebb szuvernéreket is megveszünk. Amit soha senki amit nem rakja. Amit soha nem, igen, ugye, persze. Tehát odaadod, hogy hoztad az ajándékot, a kis hűtőmágnest, és soha senki nem teszi ki. Ami nálam a csúcs, Horvátország, most, hogy voltunk itt egy hetet, megint elkezdődött ez a tenger alatti szuvernírek kiárusítása típusú történet, anyuka, apuka kijön, kis szék hokedlés, rá van téve egy csomó olyan, amit ugye elméletileg te gyerekkorodban kivettél a tengerből, és hazahoztad, kiszárítottad, uh-huh. Igen ám, de az összes olyan faj megtalálható az asztalon, ami nincs az Adriában, tehát a vörös tengerről a gömb hal, ekkorába érted kitéve, már az a menőbb, amikor lámpát csinálnak belőle, az gyönyörű, hordja, aki akarja, vagy nézze, aki akarja, és csak olyat árultak, ami nem volt uh-huh. az Adriában, de nem hogy most, mert kipusztult, hanem soha az életben. Mert az Adriában őshonosokat nem árulhatják, mert azért megbüntetnék őket, viszont van rokon a vörös tenger mellett, és megcserélik. Aki átküld, igen, és innen meg oda küldik, lehet. Az is tök értelmetlen. Szerintem, hogy ilyen kagyló héjak, meg csiga, ha a gyerek kiveszi, akkor hozzá el, de most te azt, tehát te elmész nyaralni valahova, és akkor búvárkodsz egy kicsit, hogy a mamának hozzá valami gyönyörű kagylót. De az, hogy megved. Igen. Csak hallgatod, nem tudom, ott van felfújt gömbhal, igen, ami tényleg soha nincs. Tehát nem is találkozol vele bent a... És ilyen leleteket szoktak? Tehát, hogy lemerülnek és megmentik, ugye? Igen, meg akart fulladni a tengeri csillag. A természet romboló hatásától megmentik.
Hát az büntetik, hogyha olyat hozol ki, tehát hajóról, például régi hajóroncsról letörni valamit, vagy mondjuk amfora maradványt, hogy amforát kihozni, azt nagyon komolyan büntetik, ha észreveszik, tehát nem lehet ott mindegyik mellett. Tudom, így a barátom egyébként, hogy azt én már nem is láttam, hogy ez a Hitler, egy kis Hitler, ez volt rózsaszíruával is. Na, alternatív vonal. Igen, nyitottak tehát, ha nem lenne jó ugye a náci egyenruha, ami ugye nem teljesen ragaszkodott a történelmi hűséghez valóban, mert nem teljesen így nézett ki, rózsaszínben is megveheted a kis Hitler figurát. Hát, és elhozhatod nem... a Balatonról, az otthon maradt családtagoknak. Nem biztos, lehet, hogy az SZ vezér Ernst Röhm volt, mert hogy ő volt az, aki két lukra játszott. Gyerekek, ez döbbenetes, komolyan mondom. Döbbenetes. Ahol nem várod, ugye? Aha, a Dodgem és a Ringlispiel mellett, de tényleg az ugró királylányos hógömb és a lángosos között egy kis Hitler figura 150 darab. És ez nem jön be, akkor esetleg vehetsz mondjuk a gyereknek egy zsugorított emberfejet. Igen. Na, mit hoztatok, jó? Teljesen értelmetlen dolgok külföldről, amit nem is biztos, hogy megvetetek, csak láttátok. Hülye édességek, szerencsehozó amulettek, hát rengeteg minden van. Rengeteg minden. Horvátország, Törökország, Görögország, az ember annyi hülyeséget lát. Mi volt a legelképesztőbb dolog, amit láttatok? 3:48 lesz pontosan. 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Százacska, bedobocska, gyorsacska, csörögöcske, kasszacska. Hétfő reggeli százacska. Jó, tudod, van, hogy rend van a világban, érted? Bedobja. Csörög a kassa, nekem még nem kellett, neked nem kellett, de János megkezdte a gyűjtést. Én akartam neki szólni, hogy 30 másodperc alatt a dal vége előtt már nem menjen, de valahogy elfelejtett. Ne, nekem sem szóltok, hogy a gyerekek előtt, amikor már érzitek, hogy nem... tudok mit mondani, veszek egy nagy levegőt, és jön, aminek jönnie kell. Ne, 30 másodperccel a dal végelőtt fölállt, kiment. Nagyon jó. Hát ennyi. Akkor... itt van, ő is látja a gépet, hogy mennyi van a dalból. Dobj. Én szóljak, hát ennyi, nem tudom. Persze, hát itt vannak a nagy monitorok, látszik minden. Na... ugye arról beszélgetünk, hogy az ember, ha külföldön jár, hogy nem is kell egyébként külföldre menni, Magyarországon is nagyon sok érdekes dolgot lehet venni. Érdemes csak egy balatoni sétányra ellátogatni, mert hogy hétvégén volt szerencsém a hétvégét ugye pár napot Balatonon tölteni. Egyébként tényleg jó, kulturált, lelebb, gyönyörű, mint mindig, korrektek az árak, és tényleg, tehát okunk nem lehet szerintem panaszkodni a Balcsira senkinek, aki ott jár, de amikor jössz, mész, akkor ugye a sétányon felfedezel érdekes dolgokat, többek között például 4 centis pici Hitler figura. Ezt azért így az ember nem tudja hova tenni. Egyrészt ugye, hát sok mindenki teljesen érthetően abszolút érzékenyen reagál erre, nem tudom elképzelni, hogy vedd valakinek, vidd. Ha csak nem humorizálsz, a fene se tudja, hogy jó. A másik nem érzel ingerenciát, hogy igen, olyan humorizáljál ezzel. De mégis ott volt az ugráló hableány és a hőmérő mellett tényleg, szóval, hogy itt döbbenen. De még az is nagy kérdés, hogy az ugráló hableány hogy fér oda, vagy van a Balatonban hableány? Ez a gömbben, ez a kis ugráló, vagy mozog egy ilyen kis táncoló kislány, és akkor megrázod, és varázsgömb lesz belőle. Meg gondolnak a dán turistákra, hogy érezik magukat. Majd azután dumálja, hogy a csörgött a százas, jó előtt, be, aztán folyamatban volt a kávém, úgy gondoltam. Te vagy az egyetlen, aki nem ingyen kávézik most. Hát, figyelj, muszáj dobni. Egyébként lehet az kávépénz nálad, tényleg. Kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk, hogy ti mit láttatok már külföldön vagy belföldön, mi volt az, amit megvettetek, tetszett, vagy csak egyszerűen döbbenetre álltatok a dolog előtt, és nem értettetek, hogy lehet ilyet árulni. Na nézzük, azt mondja, hogy a legütősebb görög harcos nagy dákóval. Ha lehúztad a sapkát, dőlt az úzó. Mi van? Ja! Igen, az megvan. Az megvan. Igen, az nagyon jó. Angliából hoztam anno Hitler European Tour feliratú pólót, rajta a megszállt országok és a városok neveivel és a dátumokkal, hát meg a térképre. Egészen dermesztő, hogy ezeket valaki árulja, valaki meg is veszi. Igen, egy lengyel biztos nem veszi ilyet soha. Soha, persze, hát azért ez sokakat bánt, sért, nyilván joggal egyébként. Peruban szerencsét hozó szárított madárfiókákat, egereket, tengeri malacokat árultak. Ez is morbid nekünk, puszik kara. Tehát szerencsét hozó szárított madárfióka. Érdekes a kultúrájuk. A tengeri malacot ők megeszik, sütik a tengeri malacot Peruban, hogy szárítva mire jó, azt nem tudom. Horvátországban láttam egy kulcstartót, amin egy szőrös férfi egy tyúkot oralizál. Jaj, elég bizarr volt. Horvát kulcstartó volt. Erre gondoltam, hogy írjatok ilyeneket, de tényleg miket lehet kapni különböző országokban. Görögországban évek óta mindenhol lehet látni a fallikus szimbólumot 5-25 cm-es sörnyitó formájában. Megmosolyogtató, ahogy rámarkolnak. Ugye, finoman megfogod. Hazaviszed anyunak sörnyitónak. Svédország cukrászda, koromfekete torta, rajta koponya egy rózsaszín masnival a fejtetején. Azt szerintem vicces, az jó. Joe küldte nekünk.
Én Majorkán láttam fából készített péniszfigurás őrnyit, ott nagyon komoly, ezt Tomi küldtem, hasonlóan, mint Görögországban. Most jöttünk haza Bulgáriából, ott a bazársorról láttam hímvesző formájú gyertyát. Sötét barna színbe. Kis kanóccal a végén. Aha. Ja, az mint hogyha már ott. Átjön a család, és akkor ott szépen, szépen ég a gyertya. Jó, milyen meghitt, milyen szép. A családi összejöveteleknek a fénypontjai ezek, amikor mondjuk így megkínálják, ha mit tudom én, Terikét, aki már, akivel már régen találkoztak, család fordal megy, és akkor Terike egy cigit megnyomja hátul a kis figurát, és írtan a gatyából elugrik. Elől egy cigit. Azért a mama rágyú, de ilyen kis fallikus, nem tudom, gyertyáról azért az egy jó kép, nem? És aztán az jön elő az úzos üveggel. Nem most meg ennek húzza le a kupakját. Igen, Bulgáriában minden szuvenírboltban a kis emléktárgyak mellett mindig árultak viperát és sokkoló. Hát mondjuk hasznos. Igen, két hete Jezolóban, egy boltban Hitler és Mussolini is palackozott bort fotóztam. Többféle pózban volt, egyébként bögrét is lehetett hozzá kapni. Fele az ízlésüket. Sokan mondják, igen, hogy van. Abszolút igen. Balaton akaratjai, bazár, kishajó, Kroácia táblá. Zseni! Ez miről szól, ha már nincs pénzed, vagy nem jutsz el, vagy a családodat csak mondjuk Balaton akaratjára tudod vinni, nem mint a Horvátország jobb lenne, akkor ott vedd meg azért, hogy ott voltál. Külföldön voltunk, igen, srácok. Hazudj a rokonoknak egy Kroácia táblával? Attila, Attila küldte neki. Remélem, a horvátoknál lehet kapni akaratja. Feliratú kishajót. Egy-egy. Dildo alakú öngyújtó kenesén. Szilvi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Svájc, kisváros, főutca, kis buszváró, csoki automata, antibébi tabletta. Bármikor. Hát persze, mert a csokoládé afrodíziákum, érted? És már rákészülnek a bajra. Ja, hogy először veszel csokit, így utána van, meg antibébit. És van egy köztes állapot is, ami a legizgalmasabb. Engem. Tavaly Olaszban vettem Adolf bácsis öngyújtót. Egészségedre. Mi van Olaszországban? Egészen elképesztő. Aztán... Igen, a pénisz alakú sörnyitó a vízipisztoly állvány mellett. Tehát ugye, hogy a gyerek viszi a vízipisztolyt, te pedig megveszed a többit, igen. 35 évvel ezelőtt Bulgáriában betértem egy hentes üzletből, megláttam sok apró nyers rákot. Mivel itt még soha nem láttam élőben, gondoltam, megmutatom anyukámnak, és vettem 1 kilót. Másfél napos hazavonatozás után, kánikulában, hűtés nélkül, mi fogadott itthon a negyedacskóban ez Perec? Ja, azt hittük, hogy mamának a szállásra hazavitted, hogy ilyen a ránk, de ha itthonra hoztad, másfél napig utazott a 40 fokban, az szép. Igen. Azt mondja, én Balatonfüreden láttam egy óriási szombrérót. Nem tudom, hogy köthető ez a Balatóhoz, de meg kellett venni. Na így köthető, hogy megvetted. Küldte nekünk, igen. Az egyik ismerősöm a Bahamákról egy Coca-Cola-s fémdobozból készített fényképezőt hozott. Coca-Cola-s dobozból készített fényképező. Ha működőképes, az menő. Az mondjuk menő, igen. Na, hát ilyen SMS-ek jöttek az értelmetlen ajándékok kategóriában. Korzikai szuvenírboltokban boxerek, sokkolók, különböző pillangók, kések, pisztolyok. Csak úgy, hogy legyen. Legyen azért mit megvenni. Balcsin, vettem egy T-Rex jelzőkészüléket. Egy üveg pohár a dobozra ráírva, töltse bele a legfontosabb a védelme. Micsoda? Tehát, hogy pohár, víz, jön a T-Rex, remeg a víz. Ja. Értem, mint a filmen, egy üvegben tele legfontosabb a védelme. Beletöltöd a pohár vizet, és akkor ahogy lép a T-Rex jelzi, T-Rex jelző készülék? Ez zseni, ez zsivány és zseni. Sokszor, egyébként Balcsin, abszolút megértem. Hát ott azért bármikor jöhet egy kósza tiranoszaurusz, két rachiosaurusz. Cinikus vagy, de csak egyszer legyen baj. Nálad mindig van egy pohár az asztalon, fogadjuk. Ez már a legértelmetlenebb T-Rex jelző készülék. Sose lehet tudni, hogy mikor jön, igen. Balatonon láttam cirkáló turistákat szállító kalózhajó. Anti küldte nekünk. Atya Isten. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.